Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatás résztvevőit. 2016. október 27-e a Nagyközség közmeghallgatásának a meghirdetett napja. Ezen a napon tudunk találkozni a lakossággal olyan formában, hogy itt a nyilvánosság előtt elmondhatják, ha esetleg van valamilyen észrevételük, kérésük, panaszuk, amit itt a képviselők, jó magam, a jegyzőasszony és a jegyzőkönyvvezetők fölvesznek, és ha olyan téma, amit orvosolni kell, vagy válaszolni kell, lesz, amire egyenes választ itt tudunk adni, lesz olyan, amit ki kell vizsgálni, és későbbiek során kapnak választ, és hát nyilván lesz olyan, amit esetleg nem tudunk teljesíteni, de arra is egy korrekt választ fognak kapni. Tisztelettel hagy kérjem önöket, hogy engedjék meg, hogy a jelenlévő képviselőtestet, jó magam is, tehát ülve maradjak, és a jegyzetelés és a jegyzetek miatt, tehát ülve folytatjuk, és önök is nyugodtan ülve fölteszik a kezüket, megkapják a szót, és akkor ülve tudnak kérdezni. Amit kérek, hogy aki kérdést tesz föl majd a lakosság köréből, az mondja érthetően a nevét, és tekintettel arra, hogy van, akinek írásos választ kell adnunk, a lakcímét vagy levelezési címét, hogy a jegyzőkönyvben rögzíteni tudjuk, vagy netán az e-mail címét, mert akkor mi erre az e-mail címre vagy a levelezési címre fogjuk a választ elküldeni. A közmeghallgatás úgy készültünk erre, hogy két napi rendi pont az, amivel indítunk, és a harmadik napi rendi pont az, ami tulajdonképpen a lakosság és a képviselőtestület között létrejövő párbeszédből áll. Összesen három napirendi pontot terveztünk, ezt próbáljuk betartani. Első napirendi pontként tájékoztatót adunk az önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetéről, ami 2016-ban eddig ugye megvalósult, illetve hogy milyen gazdálkodást mit folytattunk. Erre az első napirendi pontra felkérem Török László képviselőt, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy erről tartsa meg a beszámolóját. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Szeretettel üdvözlöm Szada Nagyközség lakóit. Hát elindulnánk megint a KH-tól szokás szerint a 2016 évi költségvetés elfogadott számaiból indulnánk ki. Itt a bevétel 762 millió 220 ezer forint. Az aprót nem mondom, mert az már annyit is ér. Ezek, hogy milyen bevételekből tevődnek össze, adóbevételek, ez 391 millió forint, ezen belül gépjárműadó bevétel 18, építményadó 18 millió, telekadó 32 millió, kommunális adó 25 millió, iparüzési adóbevétel 295 millió, és talajterhelési díj 3 millió, tehát mindösszesen ez 391 millió. Pályázati pénzek, amit elnyertünk az elmúlt esztendőben, sőt már azt megelező évben, a Rákóczi utcai óvoda építése során mintegy 52 millió forint, ez ebben az évben már realizálódott. Ingatlan értékesítésre 40 milliót terveztünk, az állami hozzájárulás a költségekhez,
az 202.148.000 forint, valamint a 2015 évi pénzmaradvány összege teszi ki, így mindösszesen a 762.220.000 forintot. Hogy ezt mire is fordíthatjuk ebben az esztendőben, tehát amire fordítottuk intézményeink működésére. Itt az önkormányzati hivatal működésére 78.622.000 forint van az egész évre a betervezett összeg. Itt a hivatal dolgozói, valamint itt szerepel az az összeg, ami az iskola fenntartási költségei, mert olyan, hogy iskolai intézmény, költséghely gyakorlatilag két éve már nincs, tehát gyakorlatilag a 78 millió tartalmazza a technikai személyzet és az iskola fenntartási költségét, amely megközelítőleg 34 és 35 millió forint között van a tervezett összeg. Az óvoda működési költségei 141.068.000 forint, a faluházé 25.288.000 forint, a családsegítő 24.529, a konyha 112.889.000 forint. Átadott pénzeszközeink is vannak még, amely egyrészt a Szadanova Kft.-hez a köztisztasági feladatok és egyéb falu karbantartási munkáit végzi, akkor civil szervezetek és egyházak részére, ez megközelítőleg 80-82 millió forintos nagyságrend. Annyit megjegyeznék, hogy időarányosan az intézményeink nagyon precízen használták fel a bevételeiket, illetve az önkormányzattal átadott pénzeszközöket, tehát jelentősebb túllépés egyik intézménynél sincs. Van, ahol korrekciók jönnek majd létre, de itt a fűtés és egyéb gáz számlák, valamint a konyhánál jelentkezik egy valamennyi est többletkiadás, de összességében az összkiadási számaink tarthatók. Az adóbevételeinkről azt mondhatjuk el, hogy a lakosaink nagyon jól teljesítenek, tehát a gépjárműadóból 84,6%, telekadóból 97,96%, tehát durván 98%, kommunális adóból 99,78%. Ez mind a intézmény dolgozóinak, tehát a hivatal dolgozónak is köszönhető, és a lakosság fegyelmezett magatartásának. A adóbevételeink valószínűsíthető jelentősen növekedni fognak ebben az esztendőben, mivel az itt működő cégek nettó árbevétele is jelentősen emelkedett, így valószínűleg egy jelentősebb pénzmaradvánnyal tudjuk ezt az évet zárni. Hát ennyit kívánnék én röviden elmondani az eddigi év gazdálkodásáról. Gyakorlatilag a zavartalan működésre a fedezetünk megvan, és sőt az év indítására is. Hát köszönöm szépen. Köszönöm szépen a rövid, tartalmas beszámolót, és azt a módot válasszuk, hogy tehát a három napi rendi pontból, tehát nem mondom én el azt, hogy mit teljesítettünk, hanem közbeesőként lehetne mindjárt a költségvetésről beszélni, hogy a lakosok hozzá tudjanak szólni, mert ha én most elkezdem elmondani az éves teljesítést, akkor mindenki kiesik a kérdés körből, tehát el fogja felejteni, hogy melyik számra, mire kíváncsi, miért így van, miért úgy van. Én azt javaslom, hogy ezt így lépjük át, és tisztelettel kérem a lakosainknak a kérdését, véleményét, észrevételét. Köszönöm. Legfontosabb költségvetés, pénz, amiből élünk. Egy kis gondolatébresztőnek elmondom, hogy
a hivatal életébe csapódik le nagyon sok olyan dolog, amit aki eljön és szót váltunk, megpróbálom elmagyarázni. Itt, amit a pénzügyi bizottság elnöke is jelzett, hogy például gépjármű adóból ennyi folyt be, ezt tudni kell, hogy a gépjármű adónak ez csak a 40%-a. 60%-át az állam elvonta. Azt is tudni kell, hogy személyi jövedelemadó ezekben az adóbevételekben nincs, mert az is központilag, tehát nem nálunk csapódik le. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy itt az adónemeknél a képviselőtestület kérésére a jegyzőasszony és a munkatársak összeállítottak egy táblázatot a környező települések adózási számairól, és Szada a legalacsonyabban adózó település. Hogy ezt meddig tudjuk tartani, azt nem tudom, illetve ez a lakosság ilyen-olyan hozzáállása, lehet ez pozitív-negatív hozzáállása is, megváltoztathatja. Mert ha többet akarunk teljesíteni, tehát több igényünk van, és magasabb színvonalunk akarunk megvalósítani dolgokat, akkor bizony adót kell emelni. Ha nem akarunk több adót fizetni, akkor ezzel egyenes arányban lemondunk arról, hogy most mit tudom én, milyen egyéb igényeknek is feleljen meg az önkormányzat. Mert ugye ezek az adópénzek, és arról nem beszélve, ugye, hogy itt említett a pénzügyi bizottság elnöke olyan számokat, hogy állami hozzájárulás egy jelentős összeg így első hallásra, de azért el kell, hogy mondjam, hogy 55-60 milliót adunk a gyerekélelmezéshez azért, hogy a gyermekeinket, meg akik a közétkeztetésben részt vesznek, kulturáltan el tudjuk látni. Azért azt is el kell mondani a lakosságnak, hogy 29,5 milliót adunk a szemétszállításhoz, ebből 7,5 millió a rezsicsökkentés. Tehát az, hogy a lakosság terheit csökkentsük, ezt az önkormányzat úgy tudta megoldani, hogy a költségvetésbe beépített egy hozzájárulást. Ez volt 22 millió, ezt követően jött a rezsicsökkentés, amit mindenki, minden család visszakapott, ez volt 7,5 millió, tehát most 29,5 milliót teszünk mi bele önkormányzati költségvetésbe, ilyen formában, erre a feladat részre. A szaknál is ugye elhangzott, hogy 24 millió, így valahogy, vagy 25, tehát gyakorlatilag itt is 6,5 millió forintot kapunk az állami támogatás összegéből, ami ide adható, mert célzott támogatás. A többit azt az önkormányzatnak a büdzséjéből kell, azért, hogy a családsegítő el tudja látni azt a feladatot, ami szociálisan egy ekkora nagyközségnél szükségeltetik. Ki tudjon menni betegekhez, ki tudjon menni családfelmérést csinálni, tudjon idősek klubját működtetni, tudjon támogatást szerezni élelmiszerbanktól kezdve különböző helyekről, ezeket el tudja osztani. Így első hallásra ez nem nagy feladat, de amikor az ember elmegy oda és megnézi azt a nyilvántartást, először is az a felmérés, ami a faluba megtörtént, de van egy adatbázis, aminek alapján ugye ezek a segélyek, vagy támogatások, vagy egyszeri támogatások elosztásra kerülnek. Ugye ennek meg kell szervezni az átvételét az élelmiszerbanktól, ide kell szállítatni, itt át kell venni tételesen, le kell fényképezni, mindenkivel, aki átveszi, le kell, azt is lefényképezik, amikor átveszi,
alá kell, nincs bürokrácia, ez nem bürokrácia, ez a pontosság, alá kell iratni, hogy átvette, és ezt jelenteni kell, a központ felé is le kell fűzni egy példányt. Tehát rend a köbön, de hát ez így működik. Még annyit, hogy az, amiből tudunk mi gazdálkodni és fejleszteni, az gyakorlatilag, hát nem ezekből a számok, illetve nem ezekből a bevételekből származik, csak egy olyan jelentős bevétel, amit itt tudnánk említeni, az iparűzési adóbevétel. Mert gyakorlatilag, ha iparűzési adóbevételünk nem lenne, nagyon sanyarú sorsunk lenne. Tehát az, hogy a nagyközség bizonyos színvonalon és szinten tudjon élni, ahhoz az iparűzési adó az, ami hát úgymond lehetőséget biztosít. Itt még egy jó pár dologról lehetne beszélni, de ami lényeges, én bízok abban, hogy a kormányzat törekvéseibe benne van az is, hogy elősegítse az önkormányzatok különböző strukturális fejlődését. Itt jelen pillanatban is, tehát mi várunk, majd ezt a későbbiek során elmondom, várunk egy csomó visszajelzést, mert igényeket nyújtottunk be pályázat formájába. Ha ezek beérnek, akkor hát ami elment a vámon, az bejön a réven, és akkor egy kicsit boldogabbak leszünk, és jobban fogunk tudni teljesíteni. Még annyit, hogy a legtöbb gondunk itt a pénzügyi vonalon, ugye a nagy beruházások, főleg a csapadékvíz elvezetés és az úthálózatnak az állapota, ez a legkritikusabb, mindenki ilyen problémával jelentkezik, jön, ezek nem két forintos dolgok, ezek akkor érnek be, két formáció van, az egyik az, ha Pest megye az agglomeráció kap pályázati lehetőséget a közutai rendbetételére, tehát a földutak rendbetételére, vagy az adóbevételeink úgy nőnek, és van egy nagyon fontos harmadik, ahogy mondtam, itt körülnéztünk a környező településeken, és nem igazán divat még a nagy versenyháznál se, meg Kertesnél se, meg különböző helyeken, most nem sorolom, nem divat az, hogy az önkormányzat épít utat, hanem lakossági összefogással, az önkormányzattal úgy építenek utat. Tehát ez egy teljesen más fekvése a dolognak. Erre ugye az elmúlt időszakban kidolgoztunk mi egy úthálózatépítési tervet, és ezt rendeleti formában meg is jelentettük. Hát rettentő módon, bizakodó módon, hát még azt is beleírtuk, hogy melyik évben mennyit, meg hogyan, meg miként, de hát mondják mindig, és ez igaz, ugye ezer éves közmondás, hogy ember tervez, Isten végez. Ugye ez volt 12-ben, és hát az elvonások 13. január 1-től jelentkeztek, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban ebbe az évben egy utat tudtunk önkormányzati költségvetési pénzből megoldani a 4 vagy 5 helyet, és egyet csinálunk most, ami a Erdőkertes Versetyás Szada csatornabű társulás, hogy úgymond megtakarított pénzéből valósulhat meg. Tehát elmaradt a 4-5, na most itt jön be az a gondolat, hogy nagyon jó lenne, ha a szomszéd települések mintájára nálunk is egy kicsit a lakosság úgy viszonyulna ehhez az útkérdéshez, hogy mint valamikor viszonyultunk a elektromos áram, a gáz, a csatorna, meg egyebeket, tehát kellene egy lakossági összefogás,
akkor egy picit gyorsabb ütembe tudnánk, hogy úgy mondjam, fejlődni és megoldani dolgokat. Az, hogy ezek a pénzek, amelyek elvonásra kerültek, hogy visszakerüljenek, azt én nem vagyok jós, se politikus, hál' Istennek, tehát én nem tudom ezt így megmondani, de minden esetre nekünk a realitás talaján kell állni, nekünk ebből kell gazdálkodni, amit itt a pénzügyi bizottság elnöke elmondott, ebből pedig ennyit tudtunk kihozni. És azért most ezek a gondolatébresztők után, gondolom, hogy lesz egy-két polgártársamnak valami kérdése, véleménye, észrevétele. Várom a kérdéseket. Igen, tessék szívesen. Tessék ülve maradni, és mondja a nevét. Körös András. Panoráma utca, 21-es. Köszönöm, és köszönöm a kérdést. Kérem a mikrofon. Köszönöm szépen. Amit a polgármester úr az imént elmondott, az útépítés, illetve vízelvezetés, ez sokszor ugye közös projekt, és hogy a lakossági hozzájárulás, ez ugye a Margita térségben megvalósult. Nekem az egy kérdésem, illetve észrevételem lenne ezzel kapcsolatban, hogy picit motiválóbb lenne, hogyha a félbe maradt utak, illetve a kisebb költségvetésű utaknak a befejezése, és hát a vízelvezetés ezzel kapcsolatban ez folytatódni tudna és megvalósulna. Itt arra gondolok, hogy nagyon örülünk, hogy a Kertai utcában például egy komoly, ugye 48 milliós beruházással sikerült megvalósítani. Másik oldalon viszont ugye a Szurdok és a Panoráma utca, ami mondjuk úgy, hogy kétharmadában készült el, lakossági hozzájárulással, mindösszesen 8 millió forinttal, úgyhogy ennek ugye felét a lakosság által. Egy utcának a másik vége, most a Panoráma utca maradék részében pedig a vízelvezetés, Hegyvidéki utcáról beszélünk, az nem kis probléma. Tehát, hogy itt esetleg mondva, a margitaiak egyetértettek ezzel az elvvel, meg is tették a magukét, megvan a lakossági hozzájárulás, és hogy a 2015 után, 2016-ra kaptunk ígéretet az utca befejezésére és a vízrendezésnek is a megoldására. Egyelőre még nem történt meg, úgyhogy ebben szeretném kérni a segítséget. Köszönöm a felvetést, és megpróbálok röviden válaszolni, ami nem, hogy úgy mondjam, ahogy szokták mondani, a teljesség igénye nélkül, mert nincs elvetve az a gondolat, hogy ott még tovább folytatunk dolgokat és rendezünk, ez megint csak pénzügyi háttér. Az, amit a lakosság ott produkált, az egy pozitív, én ezt elmondtam többször, és én ezt nagyon becsülöm, és valóban egy tiszteletre méltó dolog. Az, hogy a Kertalja utcába miért, meg hogyan, most azért egy pár dolgot tisztelni kell. Tehát lehet azon vitatkozni lakossági szinten, hogy melyik utca miért, az kerül előre. Na most itt a település központ látva azt, aki itt közlekedik, tudja, hogy milyen áldatlan állapotok vannak reggel, délután, de lassan már egész nap. Egyszer egy elkerülő utat is jelent a Kertalja utca, hogy legalább a saját lakosságunk egy része mentesüljön ez alól a közlekedési viszony alól. Tehát nem lebecsülve a Panoráma utcát, vagy a Szurdok utcát, vagy az Erdő, vagy akármelyik utcát, tehát itt félreértés, tehát nehogy valakit megsértődjön, hogy nem. De az egy helyi egyszerű út, aminek nincs semmilyen átvezető, átteresztő, vagy ilyen, vagy olyan célzatos megjelenítése a falu életében. Ez az egyik. A másik. Már akkor beszéltünk a Kertalja utca építéséről, amikor még a Panoráma utca jóformán ki se alakult. Tehát most azért tudni kell, én ezt szoktam mondani, hogy
Én 50 évig jártam sárba, és most, hál' Istennek, aszfaltos út van, csak éppen nem tudok kijönni a házból, mert az egész Versenyház északkeleti része ott jár, és lassan a főútra kihajtani sem tudunk, mert olyan a főút forgalma, hogy nagyon örülünk, ha kiengednek egy-egy autót. Tehát jobb helyzetben vagyok, mint a Panoráma utca, de mégsem. De még egyszer mondom, a mostani terveink pontosan azért lettek, hogy úgy mondjam, megreformálva, mert nem akarunk besorolást, amit nem tudunk tartani, mert nem jó az, ha olyan rendeletet, vagy olyan határozatot hozunk, amit nem tudunk tartani. Na most nem csináltunk utcabesorolást, nem csináltunk időpontot, hogy ekkor csináljuk meg akkor, mert nem tudhatjuk, hogy mikor. Amelyik utcának a sűrű lakottsága, vagy egy az, hogy mennyire sűrűn lakott, a másik pedig az, hogy milyen célzatos átteresztő képességet szolgál bármelyen irányba. Ettől tesszük függővé, hogy melyik az a utca, amelyik előtérbe kerül. Ez az egyik szempont. A másik ugye a lakossági összefogás, és mondtam, hogy én becsülöm nagyon a Szurdok utcaiakat és a Panoráma utcaiakat, ezért mondtam azt, hogy azért nem zárult le teljesen a dolog, de amit mondtunk, hogy amennyit a lakosság hozzátesz, annál többet tett hozzá az önkormányzat, tehát a fele-fele aránynál azért mi vezetünk. Én most is őrzöm a papírokat, mert aki ott szervezte, egyik kollega az reklamált nálam, és összeszedtem a papírokat, és tartom. Nem azért, hogy rekontrázzak, hanem azért, hogy tisztába tegyük a dolgot, és ismerve a Panoráma utca vízelvezetésének a problematikáját, voltunk is ott a Sándorral kint, meg a Drozdik úrral, aki a műszaki irodának a vezetője, voltunk kint a helyszínen, hát nem kis költség lesz, meg kell oldani. Meg kell oldani, de azt ne várja tőlem, amíg nem tudom például a jövő évi büdzsé számait, hogy most konkrét választ adjak. De még egyszer mondom, pontosan abból kiindulva, hogy ott volt egy lakossági összefogás, ebből kiindulva, tehát én becsbe tartom azt a területet, tehát megkülönböztetett figyelem párosul ezzel, ami azt jelenti, hogy meg fogjuk majd oldani, hogy mikor nem tudom, igyekszünk rá, hogy úgy mondjam, pénzt teremteni. És még visszatérve a kert aljára, hát mi ott szintén beütemeztük ilyen felmentő utakat a Vasút utcáról, mert ott is áldatlan állapot van, ugye a Széki utcát, meg a Szöllő utcát, és hát nem is olyan hosszú, nagy utcák, és nem tudtuk megoldani, mert elfogyott a pénz. Tehát amit még ide szeretnék, hogy az értelmezés jó legyen elmondani, hogy megtévesztő, hogy én itt mondtam is a pénzügyi vezetőnek, a jegyzőasszonynak, a bizottság elnökének, meg az újságíró kollégánknak mondtam, hogy nem kell a lakosságot ezzel, hogy ennyi pénz maradványal mentünk át a másik évre. Hát mit beszél ez a polgármester marhaságot? Hát ennyi pénzük volt. Csak azt elfelejtette mindenki hozzátenni, hogy például az a pénz, az már ütemezett munkára volt félretéve, amit elkezdtünk, amit nem abba az évbe számláztak le, hanem a következő év, mit tudom én, február vagy március, és akkor kellett kifizetni. És hát ez egy rettentő, hogy úgy mondjam, mennyi pénzünk van. Hát igen, csak egy baj van, ezek már ugye lekötött pénzek, elkötött pénzek, hát a könyvelésen át kell vezetni. És még egy dolog, hogy
úgy nem lehet átmenni a következő évre, ezt tudni kell, hogy ugye március 15, jól mondom, Lea. Hol van a Leácska? Nem jelentkezik, jól mondom, március 15 a feltöltés? Vagy előleg? Előleg. Előleg. Jó, hát akkor most mindegy, minek nevezzük, tehát a lényeg az, hogy akkor folyik be egy összeg. Tehát január, február, március, hát addig élni kell, hát fizetéseket kell adni, működtetni kell, fűteni kell, mindent kell csinálni, közvilágítástól kezdve mindent, útjavítás. Tehát én nem mondhatom, mint ahogy voltam múlt évben is, hogy éjjel 11-kor kellett gépesített egységgel kimenni a szélső utcába, mert nem tudott a lakó kijönni a lakóházból, mert elvitte a víz az utat. És azt az utat például minden évben elviszi, legalább kétszer. Hát ez is be van ütemezve, meg kell csinálni, mert ez egy akut probléma. Pénzösszegnek lenni kell, hogy december, január, február, márciusra életképes maradjon az önkormányzat. Sehonnan nem lehet kölcsönt felvenni, nem mehetek a szomszédhoz kölcsön kérni, ezek jelentős összegek, tehát, hogy van pénzügyi átvitel. Hát ez természetes dolog. Ez természetes dolog. Aki ilyen munkákba nem vett részt, és nem tudja, hogy ezek hogy bonyolódnak, az azt hiszi, hogy hú, hát ez itt egy ragyogó, hát ennyi pénzük van, és megspórolták rajtunk, és nem akarják elkölteni ránk. Nem igaz. Én azt szeretném, ha el tudnám költeni az utolsó fillérig, és el is fogjuk, amit lehet. És a haváriára is, tehát a rendkívüli esetekre is kell tartalékolni. Tehát még egyszer mondom, működtetés és rendkívüli esetek, fenntartás. Ez a három ilyen kategóriára kell. Tehát itt nem lehet. Mert megint a régi közmondás, hogy üres kamrának bolond a gazdája. Hát erre vigyelni kell. Tehát Panoráma utca nincs elfelejtve. Úgyhogy köszönöm. Igen? Köszönöm szépen. Még egy mondatot engedjenek meg. Ez nem feltétlenül pénzügyi kérdés, talán Drozdik úr is illetékesebben, hogy a Szurdok utcában viszont szeretnénk kérni egy műszaki hozzáértőt, aki megnézi, mert vannak rajta olyan sérülések, ami talán még garanciális. Ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm. A jegyzőkönyvbe ezt írjuk, és Béla, akkor az a kérésem, hogy személyesen ott akarok lenni, meg akarom nézni a garanciális javítási problémát, mert akkor a Penta felé megfelelőképpen tudjak reagálni. Köszönöm. Tessék. Kerényi Ferenc vagyok, Présház utca 23. És szerették segíteni a polgármester úrnak, azt mondta, hogy hát jó lenne, hogy el tudnák költeni azt a kis pénzt, ami van, de a pénzköltéshez szeretnék hozzájárulni. Ugye a Présház utcában nem nagy dolgokat, hiszen ismerős, hogy milyen problémák vannak, de azt a rengeteg kátyút, hogy azt betömködni. Idáig azért évenként legalább egyszer jöttek, és azért úgy nagyjából kátyún mentesítették, kivéve ezt az évet. Katasztrofális a helyzet. Ez az egyik fele. Ez az egyik fele a kérdés. Készültem, ne haragudjon. A másik kérdésem, hogy ott ugye a régi temető, én csak úgy ismerem ott, tehát nem itt ahol a Székely Bertalan emlékmű van, igen. Hogy ott amögött vannak ilyen lerakatok, ilyen különböző kavicsok, meg nem tudom milyen. Ja, az nem az a Berki, igen. Onnét én szívesen, mikor megyek kocsival, két vödörrel, három vödörrel, hogy hát borzalmas ott azok gödrök, amik nem, vannak. Nem, köszönöm szépen, de nem ez a megoldás. Akkor még mondanám, a Présház utcában, ha végsétál valaki, és keresne, sehol nem talál egyetlen utcatáblát sem. Tehát jöhet ott mentő, tűzoltó, de nem mindenkinek van GPS-e, és nem találnak, vagy nehezen találnak meg bennünket.
A következő, ugye láttam a Kisfaludi utcában a Gödöllő felé vezető részen, tavaly vagy idén tavasszal, ilyen bozótirtás, meg fákat vágtak ki, hogy az az út lehetne egy menekülő útvonal nekünk, hogy akár Gödöllőre, de akár az autópályára, és itt hátulról megkerülve ezt a hatalmas tömeget itt a Dózsa-György utat, ott elmenni, hogy azzal mi a helyzet. Aztán lehetne-e ott a Dózsa-György és Arany János sarkára valamiféle átjáró lámpa megoldás, vagy valamit, mert amit ön is említett, hogy nem lehet kihajtani se jobbra, se balra, se éjjel, se nappal. Dózsa, Arany János? Hát a Dózsa-György, a Kisfaludi. Igen, bocsánat. Kisfaludi, mert az Arany János nem megy arra. Bocsánat, igen. És az utolsó, amit kérdése van, ami nem közvetlen ehhez tartozik, ugye most jelent meg egy újabb rendelet a zöld hulladékkal kapcsolatban. Na mostan, hát lehet, hogy úgy állunk már, hogy számítógéppel fogják vezérelni, hogy havonta egyszer két zsákkal, vagy 120 liter, vagy 240 liter. Szóval ez szerintem nem ez a megoldás. Mellettünk Veresen, Gödöllőn, a zöld híd üzemel, jó-rosszul nem tudom, de azt látom, hogy ki vannak téve a zsákok rendszeresen, és el is tűnnek onnél. Tehát valahol ez működik. Szerintem ez a dolog, amit itt ráadásul a Dózsa-György úton megint, hát se kisebbe, és még nagyobb lenne ott esetlegesen a forgalom. Nem hiszem, hogy ez a megoldás. Ennyit írtam össze. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon értékes volt. Én a Présház utcával kapcsolatban hadd mondjam, hogy én emlékeim szerint ebbe az évben is egyszer kátyúztattam, mert utasítottam a fenntartót, hogy menjenek ki és kátyúzzanak, és azt mondja, ugye adjuk a szót Sándornak, kátyúztatok, Sándor? Igen, kátyúztunk, régebben járt. Egy pontos dátumot fogunk közölni önnel, hogy mikor, de nem zárja ki azt, most pontosan ezekre vannak ilyen apróbb összegek félre rakva, amire utaltam, tehát a fenntartható életképes település érdekében, tehát nem szabad onnan Vödörrel, mert az drága pénzen megvásárolt köztulajdon, tehát illetve most még, ami ott le van rakva, az a vállalkozó tulajdona, de abban a pillanatban, amikor az önkormányzat megrendeli és kiviszi majd a Présház utcába, és a gödröket betemeti, és utána lehengereli, akkor ez már önkormányzati tulajdon, tehát de nem is lehet. Ez nem megoldás, hogy ott vödrökkel vagy valamivel. Köszönöm, hogy ilyen aranyos, rendes akar lenni, de meg fogjuk oldani. Ilyenre például konkrétan tudok ígéretet tenni, hogy meg fogjuk oldani, és számon lehet kérni rajtunk. A utcatábla, hát szokták mondani, hogy ugye sokat akar a szarka, nem bírja a farka, de hát ezek a közmondások aranyigazságok a magyar életbe. Én rendkívül sokat gondolkoztam azon, hogy ugye utcatáblákat átvizsgáljuk, megrendeljük, kirakatjuk. Ugyanígy a községbe a bevezető és a kivezető utakon egy-egy táblát, hogy hát mit tudom én, köszöntjük gyümölcstermő Szentszadán, meg viszontlátásra, vagy valami, tehát egy ilyen nexus. És egy-két helyen egy olyan nagyobb táblát, ahol a falu földrajzi helyzete, tehát ábrázolva van az utcákkal, az utca nevekkel, meg minden, hogy el tudjanak igazodni. Régről van egy-két ilyen táblánk, ami már egy része tönkrement, van még, ami használható. Na most ezeknek hihetetlen, hogy milyen költségek, tehát most nem baj, hogy eltetszett mondani, mert kedves képviselőtársaim, ha ők akarják tudni, nem a polgármester dönt, hanem a testület dönt. Tehát minden ilyen kérdés, ami pénzügyi, és meghalad egy kis összeget, ami nagyon alacsony, és nem ismerem elmondani, hogy milyen kis összeg fölött rendelkezik a polgármester,
Ha ezt az összeget meghaladja, az mindenbe testületi döntés kell. Márpedig ez az összeg, hogy ilyen helyén való és szükséges, tehát utcatábla, egyébként törvény is előírja, hogy köteles. Én is bosszankodtam, voltam most Alföldön egy-két helyen, és nagyon bosszankodtam, hogy nem találtam, és minden 100 méteren megálltam, megkérdeztem a járókelőt, hogy ugyanezt merre találom. De nem mentesít bennünket szadai tisztségviselőket. Hallották a társaim, hallottam én, jogos az észrevétel, fogunk rá pénzt áldozni. Lehet, hogy 10 méterrel vagy 20-szal kevesebb aszfaltút lesz, mert itt mindig azon viaskodunk, hogy most melyik a fontosabb. Lehet, hogy ez, lehet, hogy az. Lehet, hogy most elárulok, és nem mondják el a kertaljaiaknak, hogy elvileg mi oda terveztünk még járdát is. Elhagytuk. Tetszenek tudni miért? Hát, hogy több utat tudjunk, hogy ki tudjunk menni a Székely Bertalan útig, hogy akkor ez tényleg legyen egy elkerülő út is. Elhagytuk. Tehát próbálunk észszerű felhasználást csinálni, próbálunk mindig mindenből, ami nagyon szükséges, abból többet adni. De azért ezt meg fogjuk valósítani, egy kicsit kevesebb út vagy egyéb. A zöld hulladék témában én csak annyit mondok, és majd itt kérem a kollégámat, én csak annyit mondok, hogy gond, szeretnénk az égetést visszaszorítani úgy, hogy csak ott legyen égetés, ahol nagy tér és külső, tehát ne a házak között, tehát szeretnénk ezt megvalósítani, de ez azt jelenteni, hogy még több olyan hulladék keletkezne, amit el kell szállítani. Hát átadom a szót a Illés Szabolcsnak, a Szadanova ügyvezetőjének, hogy mennyit költünk, ha nem baj, ha most egy millióval kevesebbet vagy többet mond, mert nem ez a döntő, nagyságrendileg. Mennyit költünk a hulladékszállításra, mennyi a plusz, ha most a zöld hulladékot sűrűbben szállítanánk, és hogy lát-e rá per pillanat megoldást? Szabolcs. Hát én is tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Én csak azt tudom mondani, amit a polgármester úr, hogy látom én is, hogy szállítják a környező településeken a zöld hulladékot, de hát ez mind plusz költség. Ugye ettől az évtől most már kötelez a jogszabály, hogy évente 10 alkalommal ugye a lakosságtól be kell gyűjteni, el kell szállítani a zöld hulladékot. Mi azt a formáját választottuk ebbe az évbe, hogy ezt az önkormányzati udvaron egy konténert biztosítunk, oda a lakosság beviheti a zöld hulladékot, és onnan mi elszállítjuk. Az, hogy ugye a hulladékszállítás az folyamatosan növekszik, ugye Szadon lakossága folyamatosan növekszik, hétről hétre járnak be, elnézést, most nem készültem pénzügyi dolgokkal, de folyamatosan növekszik. Növekszik a szelektív hulladék is, ez jó értelemben van, de ugyanakkor a kommunális hulladék is folyamatosan növekszik. Ugye ezeknek a lerakási díja és az elszállítási díja, ez folyamatosan emelkedik. Nagyságrendileg azért egy számot kérek, hogy éves szinten mennyit fizetünk ki a hulladék elszállítás sért, lerakásért? Én havi szinten a kommunális hulladéknak a lerakása az most már meghaladja a 2 millió forintot, és ugye az elszállítása az meg közel 1 millió 300 ezer forint. Még szeretném azt is megjegyezni, hogy a dolgozóink még mindig részmunkaidőben dolgoznak, és ez is nálunk egy nagy probléma, mert van olyan nap, amelyik nagyobb körzetet viszünk, hogy nem 7 és nem 8 óra, hanem 9-10 óra hulladéknak begyűjtése. Jó, köszönöm szépen. A
azért ez tanúság, hogy legközelebb a közmeghallgatásnál ebből a témából is egy nagyon pontos számadatokkal alátámasztott. Hogy? A lakosságtól beszedett díjak 39.856.000 forint a ez évre tervezett a Szadanova Kft-nél. És ebben szemben a kiadási oldal az 49.750.000 forint. Tehát ami a lakossági részt illeti. Tehát itt lehet látni egy ilyen 12 millió forint pluszköltség jelentkezik, amit az önkormányzatnak kell költeni. Ebbe a még a zöld nincs benne. Most külön csináljuk az üveggyűjtést, pontosan azért, mert súlyra megy a lerakási díj. Külön csináljuk az üveget, amit úgy tudom, hogy ott csak szállítási költség van, tehát nincs külön díj. Nincs. Tehát abszolút nullára elviszi a lőtét? Így van. Nekünk ugye a munkaerőt kell biztosítani, amit a közmunkaprogramon keresztül valósítunk meg, hogy egy embert biztosítunk a területre. Jó, köszönöm szépen. Tehát a terv és a elképzelés az, hogy szeretnénk minél többet. De azért most ez a zöld, hogy ide le lehet tenni a gyűjtőszigetre, azért ez rengeteget jelent, tehát most ide bármikor lehozhatja, ugye? Így van, megadtuk a területnek a nyitvatartási időpontjait. Igyekeztünk délelőtt és délután is két-két napot a héten, hogy nyitva legyen. Szóval akik délelőtt dolgoznak, azok délután 6 óráig oda tudnak menni, és délelőtt is van két nap, amikor nyitva van. Egy nap van, ugye, amikor a konténereket elszállítjuk, rendezzük a területet, a szerdai nap az észünnap. Tehát akkor nincs olyan kötöttség a lakosságnál, tehát aki délelőtt dolgozik, délután tudja vinni, heti két nap, tehát ki van függesztve, hogy mikor, aki délután, az délelőtt tudja vinni, és ugyanígy az üveget is. Tehát az zöld hulladékot tisztelettel, tehát már egy emeltebb szinten, mint eddig, el tudjuk szállítani, amíg a költségeink győzik, ha nem, akkor majd valamit csinálunk. Jó? Ennyit tudok mondani a zöld hulladékról. Ja, igen, még egy, köszönöm, hogy itt rám szóltak. A Kisfaludi utca az a szakasza, ami a Csapás útig megy, és kivágtuk a fákat. Ez egy, hát még félkész munka, fokát se éri el, mert gyakorlatilag a következőt terveztük. Mivel ennek az útszakasznak az aszfaltozására egyelőre nem kerül sor, mert más sűrűn lakott lakossági területen kell inkább nekünk aszfaltozni, mert ugye ott nincs sűrűn lakott, az egy átmenő. Azt gondoltuk, és azt próbáljuk megcsinálni, hogy ez a sáv, amit kivágtunk ott közterületen, akácbokrokat, akácfákat, ezt a sávot legyaluljuk, egy lejtési szöget adunk ennek a földútnak, és időnként tolólappal megcsinálják, és a lejtési szögből adódóan a lejtésnek a végződésénél csinálunk egy vízelvezető vagy szikkasztó árkot, és az, ami meg útnak számít, azt meg időnként, két havonta le fogjuk gyalúval tolni, hogy egyenes legyen. És így biztosított lesz ott a közlekedés, és biztosított lesz az, hogy nem sártócsába, hanem az le tud folyni a víz. És ideiglenes megoldásnak tehát lehet nevezni, és azért a lakosság tud közlekedni. Tehát ez a terv volt ezzel. Köszönöm. Kérdés? Jóska? Teljes Antal vagyok, Kisfaludi 82-ben. Régi szakállas témánk a Csapás utca.
A Csapás utcának ez a felső szakasza. A mi tőlünk a Kisfalu, a Dózsa-Gyűrű rettenetes állapotban van. Az kész lökhár, illetve lökésgátló gyűlkolóhely. Tele van kátyúval, időnként ki van kátyúzva, de valahogy nagyon rosszul sikerül. A másik pedig az, hogy ez eredetileg mikor megépült, akkor beszéltünk az építésvezetőséggel akkor, és már akkor tudtuk, hogy rossz minőségű aszfaltot építettek, hogy garanciálisban meg kellett volna csinálni. A kivitelező ezt nem vállalta, inkább lemondott a visszatartott pénzekről. Ez az egyik. A másik. A Kisfaludi utcában van a felső rész, amit minden évben leszoktak gyalulni, hogy az árokba folyjon le a víz, kb. A 78-as házszámtól. Tehát le kéne megint gyalulni, hogy a árokba lehozza a vizet, mert most jelen pillanatban az én telkemre folyik be, illetve a én utca szerinti szakaszomra. A másik, amit szerettem volna mondani, hogy én üdvözlöm ezt a zöld gyűjtési szigetet. De meg kell jegyeznem, tegnap égetési nap volt. Hatalmas, hát tudjátok, hogy nálunk hatalmas fák vannak. Összegyűjtöttük a leveleket, begyűjtöttük. Már jöttek, fotózták, hogy milyen füstöt csinálunk. Akkor mi a fenének van kiírva, hogy égetési nap? Gondoltam, hogy azért fotóztak, hogy majd följönnek és bejelentenek, hogy na tessék, így füstölnek a kémények. Sajnos ez van, el fogjuk égetni, ami van a égetési időben. Rengeteg levelem van, több köbméterre tető, hiába van egy 4 köbméteres tárolom, nem fér bele. Úgyhogy én köszönöm, hogy lehet fölhordani, kocsival föl fogok vinni mindig, mikor lehetséges levelet. Nem. Vannak nyitvatartási napok. Hát 240 litert föl lehet vinni. Ennyi van. A másik az, hogy a Csapás utcának a felső szakasza, ami jön le a hegyről, kivitelezési hiba szintén, hogy nem az árokba folyik a víz, egy nagyobb zuhi esetén szabályosan, patakszerűen folyik az útesten a víz. Ezzel nem tudom, hogy nem tudnak semmit csinálni, az meg kéne az egész burkolatot emelni, hogy az árok felé gyújtjön. Sajnos ez van. Ott mindenki szentségel, mikor nagyobb zuhi van, mert szabályosan patakba kell fölfele menni kocsikkal. Köszönöm szépen, más nem kívánok mondani. Antal, elnézést, az előbb elkeresztettelek, pedig illene tudnom, hogy Fejes Antal vagy. Nem baj, családban maradt, köszönöm szépen az észrevételt. Nagyon röviden válaszolom. Tudjuk, hogy milyen a csapásút, én is járok arra, felétek is, szomszédotokba is, meg különböző helyekre, a Margitába. Nem tudok ígéretet tenni, mert ahogy a te szavaiddal élek, azt az egészet újra kellene aszfaltozni megfelelő dőlésszöggel és folyókákkal ellátni, hogy a árokba bevezesse a vizet. Ennek a költsége, hát ez legalább olyan hosszú út, mint a kert alja, és szélesebb, és hát nem is tudom, komplikáltabbnak nem komplikáltabb, de én most így hasra ütök, mert nem az én szerepem a műszakiaké, hogy pontosan méterről, hogy hány négyzetméter, milyen vastag kőzúzalék, milyen vastag aszfalt, milyen szegély kő, mit tudom én. De ez jelentős, tehát 50 milliót meghaladó nagyságrendű útépítés. És ha jót akarok tenni, akkor azt mondom, hogy jó, megcsináljuk. De ha még jobbat akarok tenni, akkor azt mondom, hogy sajnos még viselni kell. Megmondom miért. Mert az a vád is ér bennünket, hogy miért nem azt a hegyvidéki utat csináljuk meg, amit említettem, hogy éjszaka kell kimenni, elmossa a víz, mert ott a szitába öntjük a vizet. Mert oda kihordjuk az anyagot, elgyaluljuk, lehengereljük minden, és a következő eső ugyanúgy elviszi, leviszi a versetyázi patakba, és ezt a pénzt kidobtuk. Ezt a pénzt kidobtuk. Na most, ha csapásutat csinálom, akkor ezek megint évekig eszik a pénzt. Tehát mit kell csinálni, ha észszerűen akarunk gazdálkodni?
Megértést kell kérni a lakosságtól, Csapás út még marad, mert azért csak szilárd valamennyire, csak nem sártenger. Nagyon lassan szépen lehet menni, el kell menni Nagy-Dobronyba, testvérfalunkba, ott megmutatják, hogy milyen gyorsan lehet menni, körülbelül 5 kilométeres sebességgel, akkor se biztos, hogy a tengelye megmarad. Nem kívánok ilyen állapotot, de én azt mondom, hogy a hegyvidéki utat nem túl sok van, egy 5-6, ezt meg kell csinálnunk, aszfaltozni, csapadékűz elvezetni, utána már ezeket a minőségi javításokat meg fogjuk tudni oldani. Az égetés. Kérem, én most kértem a újságíró kollégát, hogy jelenjen meg egy cikk. Rengeteg panasz jön be hozzám. Nem az a baj, hogy égetnek, hanem az a baj, hogy nincsenek tekintettel a másikra. Nem a megadott időbe, amikor a szomszéd számít rá és becsukja az ajtót, ablakot, nem rakja ki a tisztán mosott ruhát, hanem amikor ő neki eszébe jut, akkor gyújt be. Vagy, ha az égetési időbe begyújt, nem méri föl a helyzetet, és nem 12-kor fogja szombaton eloltani, nem oltja el a tüzet, ott hagyja a parazsat, fújja a szomszédra rá a szél a parazsat, és még este 6-kor is parázslik. És erre én megjelentettem egy felhívást, hát azért emberek, hát gondolkozzunk. Hozzám, ha szabályos időben normális égetés történik, ha bejön panaszra vagy a jegyzőasszonyhoz, el fogom utasítani. De ha abnormális dolgot csinál, akkor bizony nem fogom megdicsérni. Mert nem lehet. Aztán a másik meg az, hogy egyes emberek miért akarnak okvetlen zöld égetést végezni. Hát én úgy szoktam, hogy egy kicsit összerakom meg, mit tudom, és akkor megszárad, amikor pillanatokat lángol, ellobban. Alig van füst. Hát ha abszolút vizes meg zöld dolgot égetek, hát megbolondít, nem a szomszédot. Hát még a 6. utcába is érezni. Tehát ezek azok a dolgok, amit tiszteletbe kellene tartani, meg figyelembe kellene venni. Az, amit ott a ráfolyással, meg egyébben a Sándor biztos jegyezte, ugye, azt, ha egy gyalulás kérdése, vagy egy helyreigazítás kérdése, azt meg fogjuk oldani. Jó, köszönöm szépen. Igen, bocsás, én csak annyit szeretnék mondani, hogy most, mikor volt Gödöllőn a nagy karambol, amikor meghalt az a fiatal ember, mert szembe belement a forgalom. Igen. És átterelték az egész gödöllői forgalmat erre mifelé. Hát egy borzasztó volt, ami ezen az úton történt. Tudom. Nem az úthibák miatt, hanem eleve. Tudjuk. Tehát átteresztő képessége nagyon rossz. Gyakorlatilag, ha lentről jövünk, akkor a jobb oldalon majdnem bent a növényeknél jöttek a kocsik már egyben. Nem tudtak másképp elmenni. Antikán. Tehát valahogy... Neked is felajánlom, hogy cserélünk lakást. Neked is felajánlom, cserélünk lakást. Nálam a kapu bejárom a kikerülő, mert egysávos a műút, egysávos. A kapu bejárom a kikerülő, 80-90 el oda beáll, úgy fékez, 4-szer vitték el a járdaoszlopomat, és meg kell, hogy mondjam, hogy amikor a főúton itt a vasútkijáratnál hetente van karambol, meg itt végig, akkor nálam ugyanez van. Mit tudok tenni? Semmit. Mi gyakorlatilag már rájöttünk arra, hogy legjobb, hogy a létutcáj hajtunk ki, mert ott jobban ki lehet hajtani a főútra, ha Gödöllőnek megy. Veres egyháza meg előbb-utóbb csak beengednek, mert reggel befele nagy a forgalom, délután meg hazafele. Én csak említettem, hogy egy borzasztó káosz van egy ilyen esetben. Hát, de pontosan ezért nem tudunk mit tenni. Tudom, egyébként ezért kapott a csatorna helyreállítás utáni pénzből a Kisfaludy utca, meg ezért lett az a szélesítés, meg majd lesz ott talán más is. Az elkerülés miatt ezért volt a kert alja, mert a Vasút utcában is tragédia. Van egy Juhos bácsi nevű emberünk, aki ott lakik a sarkon, meg kell, hogy mondjam, hogy
Hát magatartása néha bosszantó, de emberileg én maximálisan megértem. Aki nem ott lakik, az, tehát ott majdnem, hogy a Mondinál van sokszor a sor vége, és ott állnak az autók, aztán mondom, hetente, két hetente ott a nagy karambol, mert egyszerűen olyan erős a forgalom, hogy nem engedik ki, nem tud kihajtani, meg mit tudom én. Szóval vannak áldatlan állapotok, de ezek nem javulnak mind addig, és most egy mondatot engedjetek meg, hogy kedden voltam tárgyalni a Béla bácsinál? Kedden, ugye? Kedden voltam a elkerülő út miatt megint egy ilyen megbeszélésen, és most beszéltem, mielőtt idejöttünk a Vécsei Lacival, országgyűlési képviselőnkkel, és mondta, hogy ő is a fejlesztési miniszterrel, tehát a Sesták úrral fölveszi a kapcsolatot. Béla bácsi tett egy olyan ígéretet, amennyiben az állam hozzájárul az elkerülő úthoz, akkor ő 1,5 milliárdot, ugye ő neki 4,2 milliárd az adóbevétele. 1,5 milliárdot föláldoz arra, hogy legyen elkerülő út. Na, ha ez megvalósul, akkor már egy kicsit jobb lesz a lélegzetvétele Szadának. Ha nem, akkor naponta növekszik a gépkocsi állomány. Naponta növekszik a gépkocsi állomány. Akkor sajnos probléma lesz, és még fűszerezem azzal majd a mondani valomba, elmondom, hogy ugye gyalogátkelő hely. Még lesz gyalogátkelő hely, ha az Isten is úgy akarja és megsegít, akkor ugye lesz még gyalogátkelő helyünk, ami azt jelenti, hogy itt lebénul a forgalom. Az biztos. Bocsáss meg, hogy közben vágok, de még van a 30 kilométeres sebességkorlátozás. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy 60 alatt nem igen megy valaki. Onnan tudjuk, hogy hogy jött valaki 80 fölött, hogy rájön a bukkanóra, és akkor csapódik a kocsi alja. Nem el lehetne elintézni azt, hogy a körzeti megbízott időnként megkapja a gödöllőről az engedélyt, kihozza azt a rohadt mérőeszközt, és gyűjtögetne belőle. Egy pár gyűjtés már azért elterjedne bent, hogy azért vigyázzatok, mert lehet, hogy pont a sarkon mérni fognak. Köszönöm. Én is köszönöm, röviden válaszolok. Nem, mert amikor a Pazsaki utcának a témája volt, akkor kértük, meg, hogy sűrűbben, meg ennyi, meg annyi. Kérem, demokrácia van, a liberalizmus is áthatotta a törvényeket. Meghatározott helyen, amit központilag fogadnak el, nem árulok el zsákba macskát, helyeket nem mondok, három helyen állíthatja fel a rendőrség a trafipaxot, Szadán, három megjelölt hely van, ettől nem térhet el a rendőrkapitány se, senki. Szóval egy agyrém, de nem. Hiába a polgármester, hiába mondja, hogy kérem, ide kellene sűrű, mert itt nagy baj van. Nem. Hát röviden, jelenlegi törvények szerint ezt én, nem én, a rendőrkapitány se tudja garantálni. Úgyhogy nem tudunk. Ha szétmegy az olajteknője, ha olyat csinál, akkor majd ő bánja, de mi nem tudunk ellene semmit tenni, abnormális emberek mindig voltak, lesznek, ezzel ellen nem tudunk semmit tenni. Köszönöm. Más? Elnézést kérek, még egy utolsó kérdésem lenne ezzel a hozzájárulásos útépítéssel kapcsolatban. Hát ez hogyan működik, ha működik? Ha megmondják önök, akkor nyilván fel kell mérni, mérnökök kiszámítják, ez egy csomó pénzbe kerül. És utána mondhatjuk mi azt, hogy igen, aztán önök megmondják, hogy milyen részletet engedett. Valami további információ lenne szükség, hogy előre tudjunk esetleg. Abba biztos, hogy egyetértünk, hogy nem egy ilyen közfórum az, ahol ezt meg tudjuk beszélni. Van nekünk most egy rendeletünk, ez a rendelet, én úgy tudom, hogy megjelent a honlapunkon is, ugye? Megjelent.
újságba is. Mennyire lett ez részletezve az újságba, Gyula? Nem? Címszavakban. Jó, mindegy. A honlapunkon megjelent. Ez az egyik. De a másik. Bármikor, jó magam is, Drozdik úr is, tehát bármikor nagyon szívesen tárgyalunk azzal, aki ezt komolyan gondolja, mint ahogy mikor a Panorámai utcai két-három fő szervezőcsapat jött. Provizóre, tehát lemérés után, meg a helyszín után meg tudjuk mondani, hogy na kérem szépen plusz-minusz fél millióval, tehát ez körülbelül ennyibe kerül. Utána jön a következő kérdés, hogy a lakossági összefogásban a lakosság megköti-e az együttműködési szerződést, és összetudja az 50%-ot és egy elkülönített számlára le tudja tenni. Tehát ezek tárgyalási alapok, de hogy közös beruházásként meg tudjuk valósítani, az biztos. Az biztos. De mondom, ez nem a plénum lehetősége, hanem ez egy személyes, a személyesnél is még személyesebb, mert az, aki ezt fölvállalja, az nagyon nagy munkát vállal magára. Nagyon sok lakótársat meg kell győzni. Én fültanúja, szemtanúja voltam, ugye nem csak a Panorámában, több helyen épültek már ilyen dolgok. Például a Martonyi villától fölfelé, hát van, aki a mai napig nem fizette be, van, aki helyett a másik fizetett, meg sok minden van. Tehát voltak olyan emberek, akik hú, örültek, vállalták, minden, amikor oda kellett tenni a pénzt, akkor nem tették oda. És amikor megvolt, ugyanúgy használja, és ugyanúgy büszkén jár rajta, mint ha ő tett érte valamit, nem tett semmit. Hát azért mondom, hogy nem a kedvét akarom senkinek elvenni, de ez egy nagyon-nagyon nagy szervező munka, tekintélynek kell lenni, szervezőkészségnek kell lenni, az önkormányzattal fölveszünk, mi minden segítséget megadunk, tehát ez nem gond. Csak nagyon röviden, a közvilágítással kapcsolatban mi most a szabályozás? Tehát mi a módja annak, hogy egy oszlopra fölkerüljön egy lámpatest? Vagy ezt kinek tegyen fel ezt a kérdést? Nekem ez is elég. Megkérem a Drozdik urat, adjátok oda a mikrofont, Kati. Az önkormányzatnak elsősorban van egy olyan állásfoglalása pont a pénzügyi helyzetére tekintettel, hogy amennyiben a lakosság a lámpának az árát be tudja szedni, akkor minden további nélkül az önkormányzat felszerelteti és üzemelteti azt a lámpát. Ez az egyik megoldás. A másik megoldás meg az lehet, hogyha van olyan tényleg elviselhetetlenül sötét utcaszakasz, hogy arra esetleg az önkormányzat biztosítana valamilyen formában pénzt, és akkor felszerelhető lenne a lámpatest. Még azért elmondanám azt is, ugye, hogy ezek az új lámpatestek kerültek felszerelésre, a legtöbb utcában a ledesek, ez egy kicsit drágább, de takarékosabb üzemmód, szóval elsősorban azt szeretnénk felszerelni, tehát ezekből. Hát nagyságrendileg, hát attól függ, hogy hány wattos, olyan 70 és bruttóban olyan 70 és 100 ezer forint között van egy lámpatest felszerelve. Hát nagyon sok helyen megcsinálták egyébként, hogy összefogott a soron 3-4 lakó, és valahogy össze tudták dobni, és akkor simán föl lehet szerelni. Hát vagy pedig megvárják, amíg az önkormányzat olyan pénzeszközhöz jut, hogy egy-egy szakasz tud továbbra is finanszírozni. Na most még annyit, amit a Drozdik úr elmondott, hogy természetes, tehát van minden évben egy felmérés, tehát van egy olyan igény önök felé, hogy be kell jelenteni, hogy mi a helyszínt megnézzük. Ennek a helyszínnek a bejárása, megnézésehez, hát főleg, tehát van, amit nappal is meg lehet nézni, hogy abszolút nincs, de ahol van, és nem érnek össze a fénykévék és sötét marad a terület, ott este kell nekünk kimenni, bejárni, és akkor följegyezzük, hogy ha lesz erre a célra fejlesztési pénzünk, akkor ez meg ez a hely az, amit az önkormányzatnak okvetlen. Na most, ha nem ilyen kritikus a dolog, akkor a másik
lehetőség áll, amit a Drozdik úr mondott, hogy ugye összefog két-három vagy négy család, és akkor bejön, megvásárolják, vagy befizetik, megvásároljuk, és akkor felszereltetjük, és hát ugye ennek van szerelési díja, akkor be kell venni a hálózatba, ennek van fogyasztás, tehát a közvilágításban ugyanúgy akkor szerepelni fog, aminek az alfája, omegája már ott csapódik le. Jó? Igen, Feri bácsi? Húha! Guba Ferenc vagyok. Hát vannak dolgok, amit már körülbelül másfél éve is szóvá tettem, nem történt semmi. Többek között a dohányborti parkolás, ez elviselhetetlen itt az ABC mellett, mert félreállnak az autók. Félreáll a konténeres kocsi, az egyik kereke kim van az úton, fölfogja a forgalmat. Nem olyan régen nekem is volt egy balesetem, elém ki akart vágni egy autó a dohányboltból, mert beüt és csak nézett előre. Közben lámpa volt, neki szaladt a más, az előttem lévő autónak. Tehát ezt vagy tiltótáblával, vagy lekorlátozni, ott ez nem arra való, hogy ott megálljon, mert nincs ott akkora hely. Mert ugyanúgy megáll a kamion, beszalad egy doboz cigarettája, és akkor áll a forgalom. Tehát ezt valahogy orvosolni kellene, mert ez a közlekedés szempontjából is, akkor az iskolai, amikor mennek a szülők, nyugodtan kivágja az ajtót az országút felé, és kiszáll belőle. Tehát itt akkora baleset veszélyek vannak, hogy nagyon. A bóta, az ABC ajtónál van három lépcső. Most már megint jönnek a rossz idők, az időseknek nyáron is, de a korlát kellene oda a három lépcső mellé. Gondolom, az nem egy olyan nagy összeg, hogy azt ne lehetne valamilyen úton, módon megvalósítani. Reggel az iskola. Ez nem az én gondom, ez gondolom a közlekedésrendészetnek kellene megoldani. Ez nem állapot, hogy veresen áll a sor vége, mert minden gyerek külön megnyomja a lámpát, hogy átmenjen. Ezt valahogy össze kellene csoportosítani, hogy leállítom a forgalmat, és akkor átengedek 20 gyereket, vagy 25-öt. Nem minden gyerek külön tetszésből szaladnak oda, és akkor nyomkodják a lámpát. Az iskolában nem tud bekanyarodni, az már az is fölfogja a sort, tehát ez egy kritikus, tehát itt közlekedés szervezés, gondolom, az kellene. Akkor a utcai füvesítés, parkosítás. Mindenki ütet a ház előtt mindent, ahogy ő elképzelte, ahogy ő neki tetszik. Erre kellene egy törvényt alkotni, hogy mit lehet, milyen szélesen, milyen magasan. Mert azt utána, amikor megerősödik az a tuja vagy bármi, akkor veri az asztalt, hogy azt ő ütette, az a sajátja. Hát ezt tudomásul kellene mindenkinek venni, hogy a kerítés a sajátom, azon kívül már nem a sajátom. Tehát oda egy törvényt kellene, hogy mit lehet ütetni, milyen magasat, milyen széleset, a következő utcából ki lehessen látni, vagy nem lehet kilátni, mert sajnos ezek fönnállnak. A villanyvezetékek. Tavaly voltak helyenként, megpucolták a fákat, Czady Endre utcába bejöttek, elén levágták, mi volt egy derékszögű kanyar van, tovább nem jöttek. Most tuja csoportjába tartozik, nem tudom a fenyőféléknek a nevét, 3 méteres ágak belelógnak a villanyvezetékbe. Ami adott időben balesetveszélyes, úgy, ahogy a nyáron megtörtént a mélyároknál, hogy a fűzfa leszakadt a villanyvezetékre, tűzoltóság kellett, stb. A Szöllő utcai kihajtást évekig akadályozta egy teherkocsi, azt az idén tavasszal elvitték, helyette odaállítottak egy terepjárót, az ugyanúgy akadályozza a kihajtást továbbra is. A Rákóczi utca elkészült járdával, de a mélyjároktól a Székely Bertalan útig, azt a 20 méter, vagy nem tudom. Most nem kellett volna ott drága viakolor, meg nem tudom. Egy egyszerű beton, vagy egy aszfalt csíka, hogy ott azon a darabon is a közlekedés biztonságos lehessen, mert így gyakorlatilag az úton mennek, mert azt mindig elviszi a víz, tehát ott azon a füves részen nem lehet közlekedni. Akkor az új óvoda. Többször jártam arra, délután 3 órakor teljes kivilágításban van az udvar, meg az épületen a külső lámpák. Nem tudom, mi szabályozza, illetve miért nem lehet azt szabályozni, úgyhogy az akkor világítson, amikor kell. Mert 3 óra én szerintem még a téli időszakban is nem szükséges, nem még ilyenkor ősszel, mikor 6 órakor, jelen pillanatban 6 órakor sötétedik, vagy már besötétedik. Tehát akkor ezt valahogy meg kellene oldani. Gondolom én, hogy meg lehetne. És az óvoda járdánál, tehát ott az alsó részén az óvodának,
Ki van téve egy kereszttábla, vigyázz gyerekek, ha jól tudom a tábla megfogalmazását, van két gyerek rajta. Az pontosan az előtte lévő villanyoszlopnak a takarásában van. Én nem tudom, hogy ez melyik került előbb oda, a tábla vagy a villanyoszlop, de az pontosan a villanyoszlop takarásában van. Tehát ezt is valahogy meg kellene oldani, mert akkor látja meg a sofőr, mikor már odaért, hogy ott van egy tábla. Tehát messziről nem lehet látni, mert az a nagy vastag villanyoszlop eltakarja. Az Ady Endre utca átmenő forgalmú lett. Most nem nagy zolog, ha azt mondom, tényleg úgy mondom én is, hogy 60 alatt ott nem igen közlekedik senki. De megkockáztatom, már láttam olyat, hogy meg tudom satszolni, hogy nem 80-nal ment még, hanem még, de attól is többen. Most én tudom, hogy nem illik, én mesetáblának nevezem azt a táblát, amit kitettek. Tudom, hogy a Kresszben annak lakóvezeti, vagy nem tudom mi a pontos megfogalmazása, és ott előírások vannak 20 vagy 30 kilométeres sebesség. De kék alapon fehér ábrák vannak. Ha ránéz valaki, az senkinek nem tűnik, hogy tiltótábla, illetve korlátozó, sebességkorlátozó tábla. És nem akarok senkit megsérteni, de lehet, hogy 10 sofőr közül kettő nem tudja, hogy annak 20 vagy 30 kilométeres sebességkorlátozási határa van. Tehát az ugyanúgy mennek 60-nal, 80-nal, ahogy kinek hogy tetszik. Illetve hát az lett megígérve a Kertalja utca készítésekor, hogy az Ady Endre utca kap egy behajtani tilos táblát, illetve mindkét irányból behajtani tilos táblát. Jó, Kressz szerint ez is ér annyit. De én szerintem, mivel nem, nincs benne piros, nagyon sokan nem veszik figyelembe, hogy az tiltó tábla. Az Ady Endre utcában van egy éles kanyar, aki tudja, tudja, és ott két kocsi nem tud elférni. A sarki háztulajdonos sűrű szövésű ilyen műanyag hálóval bevonta a kerítést. Tehát így keresztben nem lehet átlátni, sőt már belül nőnek a tuják, egy-két év múlva már az is eltakarja. És a másik oldalon ott parkolnak az autók. Két autója van, és mind a kettő az utcán parkol. Ezt évek óta föltettem a kérdést, hogy ez hogy lehet megengedni, hogy valaki az utcán parkolójon kertes házba. Mert az, hogy emeletes házban lakik, és ott az utcán parkol, mert nincs más lehetőség, de valaki kertes házban lakik, és lusta kaput nyitni, kiszállni, meg becsukni, meg stb., inkább ott parkol az autóba. A nyáron hordták a nagy kamazok, meg a autók a betont a Kertalja utcába, arra hordták, meg az aszfaltot hordták, ott kínlódtak abba a szűk kanyarba, arra nem volt belátással saját magától, hogy az autóval legalább akkor ne álljak napközben, ott, mikor a teherkocsik járnak a másik utcába, ott hordták az anyagot. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyit szerettem volna csak elmondani. Kicsit hosszúra nyújt elnézést. Nem baj, aktuális témák, nagyon precízen fölvázoltad, és valóban a ingatlanos előtt, dohánybolt előtti parkolás nem, tehát már nálam is fölvetődött, tehát személy szerint nálam. Tehát én is Bélával mentem arra, mentünk ide az iskolához föl, és mondtam, hogy ezt meg kéne tiltani. De erről akkor beszélünk, és elképzelhető, hogy a körzött megbízottat is, meg táblát nyilvánvaló, vagy felfestéssel is, tehát le fogjuk tiltani, mert ez valóban gondot okoz. A korlát a kóp elé, hát meg kell, hogy mondjam, hogy most már van lehetőség, mert lejárt a főtérnek a olyan ideje, ahol beleszóltak a pályázat írók, tehát ellenőrizték, és addig ugye lejárt most már az idő. Vagy jövőre? Na mindegy, tehát gyakorlatilag van egy olyan, hogy amit pályázati pénzből építenek, ha egy szék van annak a széknek, hát a Pazsaki utcára úgy hordtuk ki mindig a padot, mikor jöttek ellenőrizni, mert ha kivittük, ott hagytuk, ellopták. Na most gyakorlatilag, tehát minden olyan, a kisfákat is, tehát mindig pótolni kellett, mikor jelezték, hogy jönnek ellenőrizni, akkor gyorsan ültettünk kisfát, mert azt is elvitték. Gyakorlatilag
ez a korlát majd meg fogom nézni, ha jövőre jár le, akkor amikor lejár, addigra megcsináltatjuk, és egy óra alatt föl lehet szerelni, mert tiplis megoldásra, tehát meg lehet oldani, meg fogjuk csinálni. De ha még nem, tehát ha nincs lejárva, akkor most nem tudom, mert nem lehet semmire változtatni. Tehát ezek ilyen alapszabályok. Azt mondja, hogy az átteresz. Hát kérem szépen, kaptam a rendőrségtől, meg civil szervezetektől, meg különböző helyekről egy levelet. A között megbízott és a polgárőrség parancsnoka, hát a között megbízott, mint hatósági személy, az leállíthatja a forgalmat, és működő lámpánál is karjelzéssel irányíthat forgalmat, mert ez benne van a szabályzatban. A polgárőr az nem, de az segíthet neki. Na, ők ketten ezt így megoldották, hogy csoportonként engedték át a gyerekeket. Volt olyan, hogy majdnem elütötték, szóváltás keletkezett. A vége az lett, hogy beírtak az állampolgárok, és a végén engem, mint polgármestert felszólítottak, hogy tehát nem utasíthatom ilyenre a körzet megbízottat és a polgárőr parancsnokot. Lámpa van, ha tízszer nyomják, erre mit tudok én tenni? Tudomásul kell, hogy vegyem, mert törvény ellen én nem léphetek. Nekem a törvényesség betartása az egyik feladatom, alapfeladatom, én nem léphetek. Hát ennyit a lámpáról. Nem tudok. Megpróbáltuk, nem tudunk. Maximum egy olyat lehet, hogy a lámpát kikapcsoltatni, kézi irány, de életveszélyes. Sokkal nagyobb a veszély, senki nem meri bevállalni. Nem meri a járási kapitány, nem meri a személy, aki ott van, nem meri bevállalni. Mondom, így is, amikor ők önhatalmulag megcsinálták, illetve hát az én hallgatólagos tudtommal, majdnem elütötték. Meg vita volt, meg majdnem verekedés volt már belőle. Igen, képviselőasszony? Ferinek szeretném mondani, hogy minek utána reggelente mindig jövök, tehát most sem úgy működik, hogy a gyerekek nyomkodják. Igaz, hogy Laciék most már nem bírálják fölül a jelzőlámpát, viszont minden reggel ott vannak 7 óra pár perctől, és megvárják, míg összegyűlik jó néhány gyerek, és akkor nyomják meg, és kivennek az útra, átengedik a gyerekeket. Tehát nem az történik reggel, Feri, amit mondott, hogy gyerekek szaladgálnak és nyomkodják, nem. Ott vannak a Nagy Laciék. Jó, én is látom minden reggel, Feri. Tehát a Laciék 3-4-8-ig, 8 óráig ott vannak. És akkor, ha már szóltam, a iskola parkoló is szóba került. Hát én mióta eszem tudom, tehát nem, azért nem, hanem mióta van a parkoló, és így megnövekedett a falu létszáma, meg az iskola létszáma. Tényleg napi gond, és rendkívül kellemetlen helyzetek jönnek, sőt, jönnek létre, sőt, minden, ha nem is minden nap, de hetente, két hetente, havonta biztos, hogy van egy autósérülés, kisebb-nagyobb, szerencsére inkább kisebbek, de a tulajdonosoknak mindenképpen gondot okoz, és nem tudom, mit lehet tenni, fegyelmezetlenek vagyunk. Alapvetően én ezt fogalmaztam meg itt Feri felvetései kapcsán, hogy igen, sokkal jobban tekintetek ellene lennünk egymásra, és valószínű sok-sok bosszúságtól meg tudnánk magunkat kímélni. Bocsánat, hogy szóltam, de csak a Laciék védelmében, meg a gyerekek védelmében, mert tehát reggel tuti, hogy nem nyomkodják ész nélkül. Délután már nincs csennek itt a Nagy Laciék, tehát akkor tényleg sűrűbben nyomkodják, főleg amikor 4 óra környékén indul haza sok gyerek, meg szülő, akkor tényleg az van, amit Feri mond, de reggel nem. Köszönöm a segítséget, valóban így van. Hát ebbe én nem
nem hiszem, hogy tudok különösebben változtatni, hogy úgymond utasítással, vagy parancsszóval, vagy akármivel. Tehát toleránsnak kellene az embereknek lenni, ami nincs, mert nagyon sokszor dühöng az ember, mert majdnem elcsapják meg olyan, hogy megyek hazafelé, és a csomagtartómban van már a kocsinak az orra, és szinte félek, hogyha még ráfékezek és befordulok a konc közbe, akkor már elviszi a hátulját. Hát ilyenek vagyunk emberek, most mit mondjak erre? Menjünk tovább, a utcai parkosítás. Hát két dolog van. Az egyik dolog az, hogy az egyik szemem sír, a másik megnevet. Én rettentő módon örülnék annak, ha mindenki parkosítana, és szépen tartaná a ház elejét. Meg kell nézni, és most nem akarok, meg nem is szabad, meg nem is illik, de meg kell nézni egyes házaknál, épp kézláb fiatal emberek is vannak, meg fiatal asszonyok, és hogy néz ki a ház eleje. Meg elvárják azt is, hogy az önkormányzat vágja le a füvet, és nem sorolom, mert erről sokat lehetne beszélni. A másik helyen meg az van, hogy kiülteti, na most az is előfordul, hogy aki kiültette, az már nem is él, bocsánat, vagy megöregedett és nem tudja kezelni, a gyerekei meg fütyülnek az egészre. Ilyen is van. Tehát az a jogos észrevétel, amit mondtál, ez jogos. Én tavaly abba is próbáltam orvosolást. Volt olyan, amikor a Szabolcs által kiküldött embereket majdnem megverték. Miért meri levágni, meg hogy, meg mit tudom én. Abba igazad van teljes mértékben, hogy ezt rendeleti formában át kell tekintenünk. Ma került a kezembe egy péceli olyan újság, mint a miénk, a Szadai, a 2111-es, olyan péceli újság, mert mindig megküldi a polgármester úr is. Beleolvastam, és hát azt hiszem, hogy nekünk is egy kicsit változtatni kell a szabályzóinkon, és mellé kell tennünk a büntetést is. Mellé kell tenni a büntetést is. Tudnilik, hiába csinálunk a rendeletet, ha nem ellenőriztetjük és nem büntetünk. Ez egy nagyon népszerűtlen dolog. Én abban a helyzetben vagyok, hogy nem pályázok senkinek a szavazatára, tehát nem kell a szavazata, tehát megsértődhet, megharagudhat, ha nem korrektül viselkedik, akkor én kimondom, hogy büntetés. Voltak, ahol most eljöttünk egy ház előtt, egy héttel ezelőtt, ugye, a Rozdik úr hozott a Buckai utcai építkezést, néztük meg, illetve nem a Buckai, nem a Jókai, és hirtelen rászóltam, Béla, állj meg! Nem tudta, hogy miért, félreállt, mondom, menjünk vissza, volt egy ház eleje, olyan szeméttelep volt ott, megírattam a levelet, és azonnal ki is küldtem futár útján, 48 órát adok, hogy rendbe tegyem, mert ha nem, akkor büntetést helyezek kilátásba. Megcsinálta. De miért kell ehhez felszólítani? De miért kell ezt külön észrevételezni? Ja. No, tehát nekünk rendeletet át kell néznünk, pontosítanunk kell, és ha nekünk erre van rendeletünk, amit nem kell akkor már birizgálni, át kell néznünk. Életbe kell úgy léptetni, hogy még egyszer megjelentetjük, és elkezdjük az ellenőrzést. Egy időben volt nekünk közterületfelügyelőnk, pontos ez a megnevezése. Meg kell mondjam, hogy hát nagyon jó szívű volt, egyetlen egy büntetést nem szabtunk ki, mert egyetlen egy, ugye ezt föl kell jelenteni, név szerint föl kell, közterület felügyelő, mit tudom én, nagylábú István, vagy valami, ugye aláírja, beadja a jegyzőnek, tehát ezt végig kell csinálni a hivatalos formulát, egyetlen egy feljelentést nem érkezett, egyetlen egy forintot nem szedtünk be büntetést, nem azért, mert annyira szeret az ember büntetni, hanem azért,
hogy legyen a rendeletnek súlya. Feri bátyám, én azt tudom ígérni itt a jegyzőasszonnyal egyetemben, aki itt ül és szorgalmasan jegyzetel, hogy ebbe a kérdésbe átnézzük a rendeletünket, és meg fogjuk valósítani az ellenőrzést is, meg a büntetést is. Megcsináljuk. Az elműgajazás, kérem szépen, állam az államba. Ez legalább olyan, mint a közút, beomlanak az utak, nem nyúlhatunk hozzá, meg mit tudom én, mert az övéké, ha kihajtást akarunk, engedélyeztetni kell, megtervezni, ha egy járdát építünk, letették a 678 ezer forintért letették a 4 darab táblát, hogy útszűkület, amikor a Mondinak a járdáját építettük. Én nem akarom sorolni, amiről az állampolgár azt hiszi, hogy van egyszerű. Nem. Azt előre kérni kellett, engedélyeztetni kellett, kijöttek, kirakták, és ennyit kellett fizetni. És azt hittem, hogy hanyat dobom magam. Amikor a Rákóczi utat építették, hát ugye a táblatervet Drozdik úr leadta. Nem azt hozták ki, így van? Nem azt hozták ki. Elkezdték fölrakni, abszolút rossz. Le kellett vetetni. Hozzák ki azt, ami a tervbe szerepel. Ez az elműgajazás, minden, ma már minden a pénz körül forog. Albérletbe kivonadó, nem az elmű csinálja. Az elmű köt egy valakivel egy szerződést, akinek van ilyen stíje, olyan gajvágója, és kérem tisztelettel, csinálja úgy, ahogy csinálja, nem győzünk reklamálni. Hát megint csak a Drozdik urat szólítom, hogy hány reklamációt adtál le egy-egy ilyen időszakban? Hát olyan 8-10 reklamáció van, hogy nem viszik-e, ennél több is van, de amelyik a bejelentésig elfutott, mert volt olyan, hogy odaszóltunk telefonon, másnap elvitték a gajakat például. De volt olyan, hogy ötször odaszóltuk, nem vitték el, levél kellett a elművezérnek, hogy valami történjen, és akkor egy hónap után elkerült a gaj. Szóval az a baj, hogy nem az önkormányzat rendelkezik e fölött, mert ha önkormányzat rendelkezne, vagy kapna, vagy pénzt ő rendelni, meg akkor rögtön ellenőrizhető lenne, illetve számon kérhető. Igen, köszönöm. Tehát én ebben az elműgajazásban túl sokat nem fogok ígérni. Sajnos a saját igazgatási határunkon belül sem mi vagyunk a mindenható urak, mert ha olyan lenne, hogy olyan erőeszköz lenne az ember kezébe, akkor én merem mondani, hogy akkor rendben. Nem tudunk benne igazán. Próbálunk, de nem tudunk benne igazán. A Rákóczi, Székely, Bertalan út közötti járda, jogos. Évekkel ezelőtt még Vicsei Laci volt a polgármester, akkor beszéltünk róla, hogy ott kellene egy hídszélesítést, és mindig vártuk a pályázati alkalmat, hogy arra egy kis pénzt tudjunk félretenni, mert azért a híd szélesítés így elmondásra nagyon egyszerű, mert ott meg kellene a hidat szélesíteni. Így elmondásra nagyon egyszerű, de itt megint ugye tervezés, engedélyezés, mit tudom én, tehát nem olyan egyszerű. Milyen korlát, ha beesik, ha nem esik, ha ez teher. Tehát millió szempont, amit... Egy méteres járdának a lebetonozása, ami nem... Tudom, hogy a híd az bonyolult, drága, stb. Jó, hát gyakorlatilag akkor egy olyan 60%-os feladat meg, vagy 70, mert akkor azért a híd a legkritikusabb szakasz, akkor az ki... Ezt meg tudjuk mi ezt oldani, nem? Meg fogjuk oldani. Tehát azt, amit most te fölvázolt, azt meg tudjuk oldani, ezt betesszük valahogy az önkormányzati büdzsébe, ezt meg tudjuk oldani. De én nekem továbbra is csipi a szememet, mert hídszélesítés kellene ahhoz, hogy az ott egy összefüggő, tehát ez ne olyan legyen, mint a Demszky úrnak a kerékpárútja, hogy
kerékpárút, egész addig nem tudjuk, hogy hogy megy a kerékpár, kerékpárút, utána abban marad, megint nem tudjuk, hogy hogy megy a kerékpárút, de van, mit tudom én, 1 kilométer, 1,5 kilométer kerékpárút. Na most ez is így néz ki, tehát ha megcsináljuk, még azért itt ez a másik, mit tudom én, 40-50 méter az hibázik, hogy összeérjen rendesen a járda, hogy tudjuk azt mondani, hogy megoldottuk a problémát, de ettől függetlenül a javaslatnak helyt adunk, és akkor Béla ezt ütemezzük valahova, jó, és csináljunk valamit ezzel, jó. Óvoda világítás, úgy látom, hogy itt van a óvoda vezető, tisztelettel itt van a Magdika, akkor adjunk neki egy mikrofont, és mondjon valamit, mert nekem már többen bejelentették ezt, és már igen, én szóltam is ez ügyben. Igen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor megépült az óvoda, így építették meg, hogy legyen gyönyörű világítás az udvaron is. Ez nem sokat fogyaszt, esti órákban ég, napközben nem szokott égni, és ez így van. Tehát én nem tudok különösebbet hozzátenni, tehát mivel van fönt napkollektor, ezért áramot is termel, tehát nagyon keveset fogyaszt a világításot, hogy az udvar szép legyen. Ez a dizájn. Nem vagyok megelégedve a választal, de elfogadom. Annak a jegyébe fogadom el, hogy kérem a jegyzőasszonyt, hogy vizsgáljuk meg a lenti óvodának az áramfogyasztását, meg ugye külön vannak a mérőhelyek és külön vannak a számlázások. Nézzük meg a lenti óvodának az áramfogyasztását, hogy mennyit viszel a büdzséből, és ha semmit igazándiból nagyon-nagyon megnézzük, keveset. Megnézzük, amennyiben problematikás, ezt majd a számok tükrébe, akkor megkérjük az óvodavezetőt, hogy jelöljön ki egy embert, aki ugyanúgy, mint a közvilágítás, vagy egy szürkületi, tehát olyan kapcsolót kell főte, időzített kapcsolót, ami akkor kapcsolja be, amikor ott kell. Jó, de ott tényleg az utcafrontok kell, minden világít, tehát még a szomszéd kutya szeme is világít, tehát az igazság, hogy megnézzük a számlát, mert a mi pénzünk. Bocsánat, ha senki nem tudja, hogy annak van-e fogyasztása, vagy mekkora fogyasztása van, aki látja, csak azt látja, hogy fényes, világos van, és ég a villany. De nem baj, ha észreveszi, mert az a gondolkodás az nem bűn, az nagyon fontos dolog. Igen. A 8 hónapra az óvoda villamos energia szolgáltat költsége 200 000 forint volt. A két óvodája. A kettőjé. Kettőjé, 200 000 forint. Na mindegy, én a lentit külön megnézem majd, a lenti mérő szám szerint. A vigyázz gyerekek takarásba, ez a tábla, Béla, tisztelettel kérem, hogy jegyzőkönyv alapján ezt akkor helyezzük úgy ki, hogy látható legyen, és a Szabonsnak most mondom, hogy ugyanilyen megjegyzés jött a Konczköznél a elsőség, tehát kinek van elsősége, ugye a piros és a fehér nyíl, az is az akácfa takarásában van, ott teljesen le kell csupaszítani, hogy messziről látható legyen, hogy ki az erősebb. Adi Endre, behajtani tilos. Én idézem a saját szavaimat, azt mondtam, hogy átmenő forgalom tilos, nem behajt, két a keresztbe, az külön dolog. Behajtani tilos, akkor ott lakó sem mehet be. Átmenő forgalom tilos. Na most erre majd Ágostont azért egy kicsit ráállítjuk, hogy profitáljunk ebből, hogy be tudjuk tartatni a szabályokat. Tehát átmenő forgalom tilos, vagy csak célforgalom. Nem tudom most, hogy van kirakva, de az biztos, hogy behajtani tilos, nem tehetik én, akkor nem megy be, ha ott lakó sem mehet. Most nincs kitéve, csak a lakókörnyezet, hát az azt jelenti, sebességkorlátozás, meg átmenő forgalom. Feri, akinek kresszvizsgája van, vezet, annak tudni kell. Hát akkor a stop táblát se tudja. Hát most
Jó, lehet segít, még ki lehet rakni még egy táblát, hogy ez azt jelenti, hogy vigyázzál, de nem tudom. Nem, hát szóval megnézzük, és lehet, hogy kiteszünk egy olyat, hogy átmenő forgalom tilos. Értem én ezt, hogy nem tudják, csak vakul, de hát... Jó, erre akkor így visszatérünk, megnézzük a Bélával. Utcai parkolás, hát kérem, itt a képviselők döntő többsége emlékszik, amikor én alpolgármesterként fölvetettem, hogy Fóton a Tartós utcai parkolásnál közterület használati díjat szednek. Megy a közterület felügyelő, és ugyanúgy, mint a Pesten a parkoló öl, tehát megy, és akkor megjelzi. Ha valaki 10 percnél tovább parkol, akkor azt lefényképezi, fölírja. Lefényképezi akkor, amikor először észlelte, ugye rajta van a dátum, időpont, óra, minden, és lefényképezi akkor, amikor újólag megy, legalább 2 időpontot, és utána az önkormányzat kibocsátja a büntetést, mert közterületen parkolni tilos. Valahol jogos az észrevétel, mert sajnos ebből vannak, akik hát szinte sportot űznek. Jönnek bejelentések, különböző erőgépektől kezdve, meg ugye volt itt a önkormányzat oldalánál is egy kamion, akit a körzet megbízott, nem győzött megbüntetni, mindig ott parkolt, egyszerűen nem lehetett a Rákócziról rendesen kihajtani meg, szóval komoly gondot okozott. Minden esetre a képviselőtestületnek a figyelmébe ajánlom, hogy a jövőt illetően gondoljuk át, vagy úgy, hogy a veszélyes útszakaszok, vagy nagyon szűk útszakaszoknál tegyük ki azt, hogy parkolni vagy várakozni tilos. Ez lenne az első lépés, hogy nem mindjárt azzal kezdjük, hogy hú, hát most megmutatjuk, hogy milyen kemények vagyunk. Tehát ez lenne az első, ahol értelemszerű, logikus, hogy ne legyen ott, ne akadályozza a másik embert, ne okozzon esetleg egy balesetet, vagy valami. Tehát ez lenne az első lépés, ezt javaslom a képviselőtestület figyelmébe, és ha úgy határoznak az urak, képviselőasszony, akkor én ebbe partner vagyok. A második lépés nyilván, hogy ha itt még tovább áldatlan állapotok alakulnak ki, akkor ugye egy ilyen tartós közhasználati díj, hogy valaki kirak, van, tudok olyat, ahol már 10 éve ott van a építőanyag, meg a mit tudom, hogy ott felejtődött, mert nem építettek, meg roncskocsi, meg sok minden van azért, szadamos metélekkel, egy kicsit terjedelmes lenni, sok mindent lehet látni. Jó, hát ebbe is megpróbálunk. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, Székely Bertalan útról vagyok, Kácsárdé. A 3 hónapja folyik a víz előttünk a Székely Bertalan úton. 28-a óta, vagyis a 28 szám alól, 3 hónapja, és egyszerűen nem csinálunk semmit. Ki fogja ezt a sok vizet kifizetni? A másik, a Pintér saroknál van egy tábla, ami sárga és feketével van. A nyilat bárki nézi, még gyalog sem úgy látja, már szóltak is ottan sokan, hogy az a tábla nem megfelelő a Pintér saroknál, ami a Rákóczi útra vezet. Kamion eltévedt a múlt héten, 10 méter hosszú volt. Óráig folyt, ahogy megfordult. Nem tudom, hogy ott a Kobusnál hogy van az a tábla. Hogy akkor betérnek, hogy miért éved erre mi hozzánk. Nem tudott megfordulni a Pintér saroknál, mert 10 méter hosszú volt, és nem tudta, hogy bevegye a kanyart. A másik. Van egy naptár, amit nem naptár, hanem menyecskék vannak rajta. Most vagy naptár legyen, vagy a menyecskék. Megkérem a polgármester urat, hogy nézze már ezt a naptárt meg. Hogy el tudjam olvasni, mikor van a névnapom, legalább annyit. Köszönöm szépen a meghallgatást. Köszönöm.
A vízfolyással kapcsolatban Drozdik urat megkérem, hogy az intézkedésről számoljon be. A DMRV felé már többször jeleztük egyébként, az elmúlt években is volt, most is volt, tavasszal is, meg korábban is a vízfolyás, de most nagyon erős, én is megnéztem. Annak ellenére állítólag ma voltak kint bevizsgálni műszeres kocsival, igen, arra a bejelentésre, amit a lakók is mondtak, meg én is beszéltem, hogy már jöjjenek ki, vizsgálják meg. Ezelőtt mindig olyan eredményt hoztak, hogy nem a víz, de szerintünk is valahol a víz lesz, úgyhogy lesz eredménye most már, pláne a tél előtt, nehogy csíkos legyen az út. A utcatáblával kapcsolatosan, illetve tehát a megfelelő forgalomterelő táblával, azt valóban meg kell vizsgálni, mert nagyon sokan behajtanak ott, és utána már nem tud, főleg a nagykocsik nem tudnak ott megfordulni, tehát óriási gondot okoz. Úgyhogy azt meg kell nézni, és nekünk kell oda egy rendes forgalom irányító táblát, hogy az a legnagyobb baj, ugye, hogy kétértelmű ott, mert egy darabig bemehet minden forgalom, mert ott kétirányú, egész a Székely Bertalan házig, ott, ahogy megy föl a Jókai utca, tehát egész addig, utána már ugye, egyirányú, tehát csak föntről lehetne jönni, amit megint csak nem tartanak be, mert nem csak az, aki eltéved, hanem az, aki rendszeresen arra jár, a baptista imaház rendbetételénél ott dolgoztak embereink, és jelezték, hogy naponta legalább 10 kocsit számoltak meg, aki nem is kis sebességgel, ott szépen araszolt ki, mert lusta volt a Rákóczi utcán följönni és elmenni. Tehát ezek is mind ilyen emberi tényezők, de a táblával kapcsolatban valóban ezt helyreigazítás kell, illetve egy új tábla kell, olyan, ami irányt mutat. Volt még más is? Nem volt, ugye? Ez volt a... Ja, a naptár. Hát már az idei 2016-os naptárra gondol, hogy nem? 17-es? Mi? 17-es? De ja, hogy a 17-es ne legyen olyan, mint a 16-os? Hát még nem láttam a 17-es tervezetet, nem tudom, hogy milyen lesz, de jó, hát akkor nem biztos, hogy terjedelembe beleférnek a névnapok, mert soha nem szoktuk a névnapokat föltüntetni. 10-be? Na, elővesszük a 10-est, és feladatul kapja a szerkesztő bizottság meg a nyomda, hogy csak a 10-es színvonalán lehet, tehát ne legyen csúnyább. Köszönöm szépen. Van-e valakinek még? Igen? Szekeres. Csak nem a Szekeres Márton. Igen? De igen. Az az igazság, hogy a Szadai nagykösségben van 5 buszmegálló. És a buszmegálló elején, a Gyöngödöllő fel van egy gyalogátkelőhelye. A következő gyalogátkelőhely ugye a Kossuth-Lajos utcánál van. Így villogó sárga, tehát ami nem azt jelenti, hogy minden autón meg kell állni mindig, ha megnyomják a lámpát. Tehát nincs ez a megoldás. És a következő, ugye itt a főtéren van a gyalogátkelőhely lámpás. Most ennek a gyakorlatilag ennek a két buszmegállónak, a legfősőnek, meg a középsőnek van a legbiztonságosabb átkelési lehetősége. Ugye, mert ugye a Gödöllő felől jön a sok utazó, az ugye följön ott a kisúton, és lejön is itt a Kóp előtt átjön, ugye szabályosan az átkelő helyen. Fönt a CBA-nál meg ugye nincs semmi villogó lámpa, de viszont ott is gyalog átkelő, ki van építve, át lehet menni. Most én ritkán utazom már Pestre, mert Gödöllőn dolgozom, az a lényeg, hogy a Veresegyház felé utolsó busz megálló egy picit olyan veszélyesnek tűnik, mert ugye főleg a Kobus utcától, tehát Vasút utcától kifele, Veresegyház fele megnő a forgalom. Mert itt a középső, a Kertai utcai megállónál, ott valahogy még át lehet slisszolni. Most én egy párszor már jöttem haza busszal Pestről, és nem mindig jövök a falun keresztül, hanem ugye úgy jönnek a buszok, elég sűrű jönnek már délután munkaidőbe,
hogy a vasút utcán jönnek ki. És onnantól kezdve jönnek utána sok autók, én leszállok a buszról, és nem tudok nagyon hamar átmenni, mert ha Veresegyház felől jön egy busz, amivel fel akarok jönni egy megállót, mert egy ilyen jó van föntem lakom, és innentől kezdve nem tudom elérni a buszt, mert nem tudok átmenni, mert az autók autót érnek. Ha föntről jó, akkor lentről nem jó. És ott meg viszont rossz a közlekedés abból a szempontból, hogy még járda sincs, mert ugye, hogyha megyünk fölfele, gyakorlatilag az útszél meg a járda között, vagyis az útszél meg az árok közötti részen, ott van egy méter vagy fél méter. És akkor sajnos ott kell alaszolni, hogy menjek föntebb, hogy haladjak, hogy ne álljak ott egy fél óráig, míg át tudok jutni túloldalra. És annak idején, mikor itt a Kossuth Lajos utcánál épült a villogó sárga, ott láttam ott két nagy oszlopot, ami annak idején úgy készült, hogy oda is tesznek egy villogó átkelő helyet. Tehát nem három szemeset, hanem egy villogót. Most itt, ahogy elfigyelem itt a faluba, hogyha megyek Gödöllő fele, az a Dózsa vagy Kossuth Lajos utcai átjárónál nem nagyon állnak meg az autók, mert ugye kevés ugye a gyalogos. Most itt is, hogy nem azt mondom, hogy óránként jön két-három busz Pest felől, vagy Gödöllő felől, és gyakorlatilag ott azért átmennek a gyalogok, tehát nem állandó az átkelés. És hogy oda is kellene valami megoldást csinálni. Mondjuk engem nagyon nem érint, mert én ritkán járok arra, de ez már 2011 óta ez így működik, mióta Veresegyház-Budapest közötti autóbuszjárat megindult. Marcikám, melyiket szeretni, melyik változatot, olyat mondjak, ami neked szimpatikus, vagy mondjam a valóságot? Pénzkérdés, meg nem az önkormányzat. Mondom a valóságot. A közútkezelő a Kisfaludi utcai már megtervezett, engedélyezett gyalogátkelőt évek óta nem építi meg, ebben van szándékosság is, mert teljesen lebénul a forgalom. Na most, ha most a pályázati anyagban szerepel, majd fogok róla beszélni, ez megépül, akkor hát igencsak komoly gondot okoz ez a nagy forgalom. Teljesen le fog bénulni itt a közlekedés, mert a faluháznál is megáll, ott is megáll. Nem engedélyezi, én már ezt nem, te vagy az első, aki nálam ezt fölvetette, én ezt már kezdeményeztem, hogy egy sima felfestést még azt sem. Ugyanez van a dobogónál is. Ha sikerül, én benne vagyok, mert engem nem zavar, hogy megáll a forgalom, akkor nem ütnek el senkit. Tehát majd csak halad valahogy. De én komolyan mondom, hogy szóvá teszem, kezdeményezem, de nincs rá kilátás. Még az a picivel meg lenne hosszabbítva azon az oldalon a híd lefedve, vagy az árok lefedve, gyakorlatilag akkor könnyebben át tudsz szembe menni, mert világos. Is igen kell átmenni, világos. Hogy átrohanjak a túloldalra, hogy be tudjam rohanni a hídra. Egy másik kényes kérdésbe trafáltál vele, az árok lefedés. Képviselő úr szerette volna saját költségén lefedni az árkot. Nem lehet. Engedélyezték? Nem. Saját költségén, előírásoknak megfelelően, szabványnak megfelelően, tehát ugye, mert van egy szabvány, az átfolyási nagyságrend, mit tudom én, minden a megfelelő átteresz, a fölött a megfelelő beton, meg egyéb, nem engedélyezték. Nem engedélyezték. Na most nagyon sok helyen olyan lakók vannak, akik meg is csinálnák a saját költségükön, és nem engedélyezik. Na most nekem írtak egy levelet az egyik válaszba, hogy hát szeretnék az önkormányzat saját költségén, de akkor együtt az egész falut. Hát tudod, mekkora együtt az egész falut. Hát ez akkora pénz, hogy... Hát 10 éves költségvetés, hát bocsánat, hát ez, szóval abszurd helyzetek vannak. Amit mondasz, ott nincs tényleg járda, tehát egy tarthatatlan állapot felkiáltója. Megpróbálunk egy sima gyalogátkelő felfestést, zebrát.
Meg még azt is figyeltem, hogy akik jönnek ugye reggel a falu végéről autóval, ugye most nem teszik oda ott a volt, ami bezárt az a kertészet, ott szoktak parkolni, de ott most nem állnak, és akkor beállnak ott az autójavítóhoz, ugye a régi vasútnak a oldalába, és gyakorlatilag az jön Pestről, akkor ő ott száll le ponton az oldalon is, és arra szólva megy az árok szélén az út mellett, hogy oda menjen az autójához. Az autójához. Tudom. Tehát ez is egy megoldás, hogy ott is valami, azt a pici járdaszakaszt vagy kiépíteni, vagy nem tudni, hogy legalább addig eljusson. És utána meg a Brennerhez beszaladnak. Van hova tenni a pénzt. Igen. Írjuk. Mondjuk írjuk. Engem különösen. Majd az osztozkodásnál meglátjuk, hogy hova jut, hova nem. Különösen engem nem nagyon érint, én a ritkán jöttem. Nekem ez 5 éve ilyen megfigyelés, hogy... Pedig most azt vártam, hogy felajánlod, hogy 100 000 forinttal hozzájárulsz. Nyerek a lotton, szombatra ki van írva, akkor egyből többet is fog utazni. Köszönöm szépen. Nevetséges így egy picit, de az ember az életével játszik. Nem, komoly. Főleg igen. Az, hogy így megnőtt a forgalom, mert hogyha ellene terelve tényleg a forgalom, hogy nem minden autó menne a vasút utca fel, akkor már egyszerűbb lenne egy picit. Ebbe se reménykedj, nem egyszerű. Nem. A remény van meg utoljára, azt tudom. Csak azt nem tudjuk, hogy ki fogja eltemetni. Köszönjük szépen, Marcikám, köszi. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Képviselők? Sándor? Nem? Alpolgármester úr? Nem? Nem, hát én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon sok felvetést hallottunk az elmúlt idő, 1-2 órában. Én igyekeztem fölírni mindent, és ahol olyan kérdések merültek föl, amire későbbi reflexióra kerülhet sor, vagy lesz szükség, akkor mindenképpen meg fogjuk válaszolni, vagy azokat a dolgokat, amiket pedig megbeszéltünk, hogy végre fogunk hajtani, itt gondolok több kisebb javításra, útjavításra, táblakihelyezésre, azokat, ahogyan az évjék fölírták a jegyzőkönyvben, úgy én is fölírtam magamnak, úgyhogy mindenképpen ezekre megpróbálunk érdemben reflektálni. Köszönöm. Laci? Nincs semmi? Lajos? Köszönöm szépen. Akkor az eredeti második napirendi pont, amit megcseréltünk, ahhoz szeretnék visszatérni, és elmondani azt, hogy az elmúlt 2016-os pénzügyi évben eddig, ugye, mert most október vége, tehát még van egy-két hónapunk, ami szintén hát munkával telik, hogy mit is csináltunk, mit tudtunk megcsinálni, mire volt lehetőségünk, mert azért ezeket hozzá kell tenni. Határutca, ez is egy nagyon kritikus utca volt, szinte járhatatlan, aki valamikor járt arra, az tudja, hogy ott nem lehetett a dombra fölmenni, beleragadt a sárba, akkora gödrök, akkora sár, és az egész csapadékvíz ott a Fehérház mellett a felső részről ott jött le, tehát egy áldatlan állapot volt. Kután Kati arra járt, minden nap láthatta, mi volt. Versetyázi polgármesteri hivatallal karöltve, pásztor úrral megcsináltuk a Határ utcának a aszfaltozását, csapadékvíz elvezetését, de Szada ennél még állásabb volt, mert van alatta egy telkünk, ott kiépítettünk egy csapadékvíz elvezető árkot, sőt, a Diósok utcától a Patakig egy telket csak azért vettük meg, mert csak így tudtuk kulturáltan elvezetni a csapadékot, mert ha azt nem vesszük meg, akkor a Diósok útját elmossa a víz, óriási károkat okoz a termőföldekben minden, akkor szana szétfolyt volna. És a tapasztalat az, hogy 30-40 centis hömpölygő víz van itt, annyi jön le onnan a hegyoldalról. Tehát nem ilyen csordogáló valami, hanem erővel, úgyhogy ezt sikerült megcsinálni. A panoráma Szurdok utca aszfaltozása lakossági hozzájárulással, ameddig a pénzünk tartott, a kettőnk pénze, addig elkészült, most itt szó volt róla, és mondtam, hogy a folytatásról még fogunk beszélni,
mert én továbbra is nagyon tisztelem a két utcának a lakóit, akik ebbe effektív részt vettek, de ott is vannak, akik nem vettek részt. Ez is az igazsághoz tartozik. A Rákóczi út építése és ahhoz a kiegészítő munkák, a Varroda felhajtó, orvosi parkoló, ha valaki látta a régit, azért most egy kulturált nagy parkoló lett kialakítva, a gyógyszertári támfal, a református templomnak a felhajtója, tehát ezek ezzel a nagy építési projekttel együtt el lettek készítve, meg lettek csinálva. Na most, hát azt nem kell azt ecsetelnem, hogy a Rákóczi utca miért fontos a falunak, mert az egyik fő közlekedési útvonalunk, és arról nem beszélve, hogy előírásunk is volt a óvoda miatt, a gyógyszertár és az orvosi rendelő miatt, tehát egyszer egy közelőírás, másodszor pedig tényleg egy olyan közfeladatot ellátó fontos utcája a falunak, amit meg kellett csinálni. Hát itt útburkolati jelek, táblák, stb. Minden, ami oda előírás szerint kellett, az megtörtént. Halesz utca rendezése, jogi helyretételeit, a kimérés, a kitűzés, a nem ott ment az út, nem is a mi területünkön ment az út, tehát össze-vissza cikázott, ezt ki kellett tűzni, ki kellett mérni, és helyre kellett tenni. Ugyanitt a digikábelnek az elhelyezése, azt nem tudom mennyire tudják, hát aki nem arra lakik, nem tudja, de kicsit elzárt terület volt a Fenyvesliget, mert ugye csak akkor tudtuk teljes értékűnek nevezni a Fenyvesligetet, hogy ez a digikábel is kimegy, és ők is ugyanúgy élvezhetik azt, amit a faluba lakók, úgyhogy ez is elkészült. Elkészítettünk egy műfüves pályát a gyerekeinknek itt fönt az iskola fölött. Ennek támfalat, kerítést, lépcsőt, tereprendezést és a kötelező műfüves karbantartást is már elvégeztük. Nagyon szép, nagyon hasznos a gyerekeknek. Nagyon kellett az, hogy ezt megcsináljuk. Iskolai épület felújítása, korszerű hőszigetelése befejeződött, elkészült ajtóablaktól kezdve a falaknak a szigetelése, tehát minden, új csatornák, új homlokzati részek, minden, tehát egy meg lehet nézni, büszkék lehetünk rá, egy csodálatos iskolája van Szada nagyközségnek. 425 gyerek jár ide, tehát én azt hiszem, hogy ez mindent megmond. Kertalja utca építése, ami befejeződött, tehát át is adtuk, ünnepélyes átadást is csináltunk, a lakók is rendkívül módon, odaadó módon ünnepelték ezt a napot, egy utcabált, meg mindent a saját költségükön ott rendeztek, és megköszönték a kivitelezőnek, az önkormányzatnak az utcát. Ez egy nagyon komplikált utca volt, ugye hosszú, különböző dőlésszögekkel, ott soha nem lehetett rendesen járni, és most olyan csodálatosan le lett szinte, ez úgy lett megcsinálva, hogy tökéletesen a mélyjárokba befolyik a víz. Hát egyedül még, ami várat magára, hogy a Szöllő utcai felhajtó, amit innen kiszorítottunk és megcsináltuk, hogy a Székelybertalanra kijöjjünk, ugye onnan is hatalmas vízmennyiség megy le a Szöllő utca még nem rendezett területén, szakaszán. Hát majd, amikor sor kerül rá pénzünk lesz, igyekszünk ezt valahogy, hogy akkor az az utca egy teljes komplett legyen. Jókai utca, aszfaltozás előkészítése történik, ott csatornázástól kezdve, az is egy olyan, hát első pillanatra úgy nézett ki, hogy egy egyszerű utca, de nem egyszerű, mert a csapadékvíz elvezetés miatt,
hát nagyon komoly csatornázást kellett végrehajtani ahhoz, hogy egy tökéletes úttest készüljön el, ne olyan legyen, mint amit itt említett, nem tudom, hogy a Fejes Anti, vagy ki, hogy ugye a csapás útnak a minősége, vagy egyéb, vagy minden. Tehát azt szeretnénk, hogy amit mi építünk, és a mi pénzünkből épül, én legalábbis ennek ki vagyok, az legyen tökéletes, és olyan legyen, ami tényleg kiszolgálja az ott élőket, meg az egész falut. Úgyhogy, hát terveztük a hivatali épület udvarán lévő ilyen árnyékoló, ahova az autók beálltak, ilyen fa árnyékoló beállótnak a bontását meg kellett csinálnunk, mert egyes gerendázati részek gombatámadás folytán, nem bomba, gomba. A gomba szétmarta ezt a fenyőt, hogy egyenként elkezdtek ott foszlani, leesni, életveszélyes volt, és többször felszólítottak, hogy vállalom-e a felelősséget, mondtam, hogy nem, és elrendeltem az azonnali bontását. Most ott vagyunk, tehát ilyen fedél nélkül a kocsikkal, nem mondjuk más is áll kint, de szeretnénk ezt majd megcsinálni, de úgy szeretnénk megcsinálni, hogy a terveinkben volt, hogy a önkormányzat udvara legyen rendesen valamilyen járólappal, valamivel lerakva, mert az a sármennyiség, meg az az áldatlan állapot, ami ott is van, az tarthatatlan. Erre meg is terveztük a múlt évben a költségvetést erre az évre. Hát most itt kapacitás hiány miatt csúszunk, meg volt egy ígéretünk, ami nem jött be, és emiatt még jobban csúsztunk, de ezt meg fogjuk csinálni. Tehát meg fogjuk csinálni, és a másik alapelvem, hogy legyen egy nyitott önkormányzat, tehát azt a kaput, meg a kerítést el fogjuk bontani, meg fogjuk szüntetni, és előtte virágok, és nyitott, szabad önkormányzat lesz. Természetesen biztonságtechnikai most is van, kamerák vannak, meg riasztó van, tehát az elengedhetetlen, de nem kell oda vaskerítés, meg ilyen betonfal, meg egyéb nem kell, úgyhogy ezt meg fogjuk csinálni. A Fenyves-ligetbe egy felvezető, a Fenyő utca martaszfaltozása, ez döntő többségében, javítsatok majd ki, Béla, ez teljes lakossági összefogás, illetve van egy minimális önkormányzati rész is benne. Légyon kedves! Igen, úgy van, a Fenyves-ligeti lakók, ha jól emlékszem, velem együtt majdnem 90 ezer forintot fizettünk be lakásonként. Ebből összejött annyi pénzt, amiből a martaszfaltot meg egyéb dolgot meg lehetett vásárolni. A munkadíjba pedig az önkormányzat segített be géppel. Így történt a megvalósítása. Köszönöm szépen. Tehát ott is valamit tudtunk előrelépni, tehát ez az esőzések utáni vízfolyások, helyreállítások nem kis dolgok, a mélyjárokba is rengeteg pénzt beletettünk. A legszükségesebb mértékig mindenütt megtörténik, meg megtörtént, meg ezen túl is, tehát amit ígértem, hogy ott a gödrök, meg egyebek, tehát ezeket folyamatosan csináltuk, csináljuk. Amit itt örömet el szeretnék mondani, meg közreadni, hogy a Viszmajor keretből 66 millió 386 ezer, azt hiszem jól mondom a számokat, de 66 millió az biztos, 386, az most így fejből mondom, tehát majdnem 67 millió forintot nyertünk a belügyminisztériumtól. Ez az egész falu csapadékvíz elvezetésének az egyik fő ágazata, a mélyjárok, amit ugye most itt tavasszal csináltunk, de hát nem tudjuk ezt úgy helyreállítani, mint ahogy most ebből a pénzből,
Na most ebből a pénzből nem tudok máshova költeni, mert ez szigorúan csak erre a helyre használható. Ezt a katasztrófa védelem naponta fogja ellenőrizni. Számlákat, kiszállított anyagot, mindent. Tehát a mélyárokra és a Kisfaludy utcai ilyen átfolyóra kaptuk a 66.380.000 forintot. Ez egy öröm, mert ha ezt ott megoldjuk, akkor ugye megint egy akkora kő esik le a vállunkról, nem fogják a Kiszuzsájék házát, nem fogja elvinni a víz, mint ahogy már majdnem elvitte, meg hát egy áldatlan állapot fog megszűnni, és netán az összefogás kis emlékműtől a Székely, a Rákóczi útig, az óvodáig egy sétánnyal át lehet sétálni, tehát kialakul a nagyközségnek a ilyen epicentruma, ahol azért emberek kulturáltan el tudnak menni. Úgyhogy sikerült ezt a pályázatot megnyernünk, ennek csak örülni lehet. Bölcsöde épület építésére, finanszírozására a Székely Bertalan útról nyíló telkünkön lenne ez megvalósítva a Zsuzsi bolt mellett, be van adva a pályázat, hát megint segítséget kérek, hány milliós a... Három férőhelyes és megközelítőleg 300 millió forint. Igen, köszönöm szépen. Tehát ez a... Bocsánat, csak hát három férőhelyes, hogy mondom, három foglalkoztató, ugye? Három egység. Igen. Igen, bocsánat, nem a szakszavak a lényegesek, az, hogy ha megnyerjük, akkor lesz egy bölcsödénk, és akkor a kismamák vissza tudnak menni könnyebben dolgozni, vagy jobban el tudják látni feladataikat. Egy-kettő kulturált körülmények között növekedhetnek a pici csecsemők, munkahelyteremtő is ez, és hát mindenféleképp azért egy nagyon kultúrát, ugyanolyan, mint most a lenti óvoda, egy olyan kultúrát építményt tervezünk oda. Én bízok benne, hogy ez egy csodálatos dolog lesz, és a fiatalok, az öregek azért velem együtt, most bocsánat az öregezésért mondhatom, tehát az idősebbek azok azért, mert az unokákat, meg a dédunokákat, meg a ükunokákat fogják látni, a fiatalok meg azért, mert a kis csecsemőket el tudják helyezni a adott esetben, ha nekik olyan munkájuk vagy feladatuk van. Tehát ez egy nagyon pozitív. Bízok benne, mivel a kormány meghirdette ezt a bölcsődei programot. Van nálam most egy ismertető anyag. Bízok benne, hogy megkapjuk ezt a pályázatot, és megnyerjük, és meg tudjuk csinálni. Az egy csodálatos dolog lenne. Ipari park fejlesztéshez a Kisfaludy utcai átkelő, amiről már beszéltünk, valamint a Dózsa-György úti gyalogos átkelőhöz, erről is beszéltünk, pályázati forrást vettünk igénybe, tehát itt is van nekünk pályázatunk, és ha ez a pályázat nyer, akkor lehet, hogy a közútkezelőnek a hogy úgy mondjam, tehát nem lesz más választása, mint hogy az igényeket, tehát helyben hagyja. Hát bízok benne, hogy ezek meg fognak történni. Ezen kívül öt hivatali épület van, amelyre szintén pályáztunk. Ugyanabban az energetikai pályázatban férnek ezek bele, mint amiben belefért az iskola, hogy hőszigetelés, ajtó, ablakcsere, minden. És ha ezeket meg tudjuk csinálni, hát ilyenek az orvosi, a fogorvosi, a faluház, az faluház, valamint a hivatal épületei, tehát a épületkomplexum. Tehát erre is beadtuk a pályázatunkat. Hát
bízzunk benne, hogy sikerül, mert akkor ezek az épületek hosszú időn keresztül, tehát már nem okoznak kiadást, tehát ezek meg lesznek csinálva. Kivásárlásra került az Ady Endre utca és a Kertalja utca közötti összekötő út területe, amit hát megnyitottunk, ahogy itt a Feri bácsi is említette, és ez használható, egyelőre köves, félig köves, félig földes út, majd ez is hát a jövőben, de mivel oda nem tervezünk nagy forgalmat, tehát nem kapkodunk ennek a aszfaltozásával, vagy valami, mert ugye most beszéltük meg, hogy oda ugye átmenő forgalom tilos táblával próbáljuk a lakosság nyugalmát megvédeni. Ugyanígy előkészítés alatt van a Kertalja utca és a Rákóczi utca közötti a Tóth Sándor féle telek. Útnyitás céljából, ami azt jelenti, hogy hát át tudnának a Kertalja utcai, Ady Endre utcai lakók át tudnának onnan jönni, tehát ha óvodába, iskolába, üzletbe, bárhova, postára, bárhova jönnek, akkor át tudnak onnan jönni, és bizonyos fokig, tehát segítség, hogy nem a főúton, ahova ki se tud hajtani. Meghirdettünk eladásra pontosan azért, hogy a költségeket is hát valahonnan fedezni kell az adóbevételeken kívül. Egy 6400 négyzetméteres telket, amelyet az Alagyöngye utcába. Egyben nem tudtuk eladni, most felosztottuk telkenként és rövidesen, tehát, hogy úgy mondjam, meg lesz hirdetve telkenként, a testületnek a jóváhagyása már birtokomba van, és meg lesz hirdetve eladásra a telek. Hány forint ennek telkenkénti? 18 millió. Na most ez áfás ár, a magánszemély is visszaigényelheti az áfát. Csodálatos panorámás telek, tehát aki hallja, adja át, hogy erre majd itt lehet számítani. Tárgyalunk az udvarnoki házit a posta közbe, tárgyalunk a Horváth Béla bácsi családjával, aki elhunyt barátunk, és ugye, hogy ha ők is megtisztelik az önkormányzatot, a mi pénzünk is ugyanolyan, mint másé, mert szeretnénk a falu központot úgy kialakítani, hogy a parkolástól kezdve a láthatóság, meg minden kultúrát legyen, mert azért a nagyközség ez fejlődik, és rövidesen város lesz, aztán itt ne szégyenkezzünk, itt Versetyház mellett. Rövidesen befejeződik a Elműnek a 20 kilovoltos földkábel fektetése itt a Vasút utcán, ami Gödöllőtől jön a Mondihoz. Vannak problémák, meg gondok, de ezeket orvosolni fogják. A Mondi egy nagyobb fejlesztésbe kezdett, most nem tudom, hogy ez a fejlesztés nem torpan-e meg, mert ott vezetőváltás történt, de ha nem torpan meg, akkor egy jelentős fejlesztést hajt végre, amihez szükségeltetett ez a 20 kilovoltos földkábel fektetés. Amiről még beszámolhatok, hogy új ledes közvilágítás üzemeltetése meghozta az eredményt fogyasztásban, mindenben, tehát egy kulturált szép. Ott, ahol hiányok vannak, azokkal foglalkozni fogunk. A eddigi hibákat, ami a kapcsolórendszerekből adódott, azokat a Elmű, most már jó 90%-ban még van egy 10%-os hibát jelentő terület, de ezeket megoldotta. Hát ezek voltak azok a főbb elvégzett, 2016-ban elvégzett a lakosság érdekében és a önkormányzat érdekében elvégzett fejlesztési és javítási és egyéb feladatok, amelyeket csináltunk. Még annyit, hogy a Jókai utcánál elfelejtettem azt mondani, hogy a
a Buckai útnak is a csapadékvizelvezetését ott azt is csináljuk, megoldjuk. Tehát próbálunk egy nagyon kulturált környezetet kialakítani. Én többet ezekről, tehát nap mint nap vannak újabb feladatok, újabb munkák. Ma is még innen testületi ülésre megyünk, és rengeteg napi rendi pontunk van, rengeteg döntés vár ránk, és ezekben mindben olyan dolgok vannak, ami hát munka, fejlesztés és eredményt hozhat. Köszönöm a figyelmüket, és ha ehhez kapcsolódva bármilyen kérdés van, tegyék meg. Elnézést, én nagyon szépen hallgattam végig a beszámolódat, és értékelem. De fájdalmasnak tartom, hogy az 5000 fő fölötti faluból ennyien vagyunk itt. És ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Úgyhogy köszönöm. Más valakinek észrevétele, kérdése? Elmarasztalása és dicsérete semmi? A Fejes Antinak csak annyit mondok, hogy én ezt mindig el szoktam mondani, főként nemzeti ünnepeinken, meg a falu napján, hogy a lakosság lélekszámához viszonyítottan az aktivitás igen gyönge. Nagyon szépen fejeztem ki magam, nem akarok senkit megbántani, de az aktivitás igen gyönge. Mi azt szoktuk mondani, hogy jó lenne, ha mindenben aktívak lennénk a falu szépítésébe, fenntartása, mindenki vállalna 5 virágbokrot, mindenki vállalna egy tuját, vagy akármit, mindenki eljönne ezekre a megbeszélésekre. Az önkormányzat képviselőtestületi ülésen igaz, hogy nyitott, és a látogató nem kaphat szót, mert az SMS nem tartalmazza, hanem részvételi joga van. A képviselő 3 percet beszélhet, és ha újra abban a témában akar, akkor már csak 1 percet, utána semmit. Tehát ez a rend. De ha érdeklődik, tájékozódik, és van valami gondja, problémája, az én ajtóm, a képviselők ajtója, meg alpolgármesteri fogadóra ki van, tehát nagyon szívesen válaszolunk, válaszol mindannyian a kérdésre. De ha a testületi ülés olyan lenne, hogy mindenki beszél, akkor így is van, amikor 11 órakor végzünk, de hát akkor lehet, hogy csak másnap reggel végeznénk, tehát azért ennek ezért egy ilyen SMS-be rögzített szabálya van. Hát én nagyon szépen köszönöm annak, aki itt volt, és aki érdeklődött, és akit érdekel a nagyközség gondja, baja, külön köszönöm azoknak, és ezt őszintén mondom, Feri bácsitól kezdve mindenki, aki itt felszólalt és elmondott gondokat, mert élő problémák, élő gondok, nekünk meg az a dolgunk, hogy valahogy ezt kezeljük, megoldjuk. Köszönöm szépen a részvételt. Jó pihenést kívánok!